Sziasztok, ez itt a Metal Sziget, én Fejes volnék, és itt van velem Kristóf. Sziasztok, sziasztok. A mai podcastes adásunkban egy folk bandát hozunk elő nektek, ami egyébként azért fura, mert mi szerintem egyébként nagyon szeretjük a folkot, és most tudatosult bennem, hogy csak egy folk volt eddig a Windír, ami fura. Hát pont ezt akartam én is elmondani egyébként, hogy tudjátok, itt az van, hogy igazából nekünk Fejessel talán mondhatom azt, hogy mind a kettőnknek a folk metal a kedvenc metal alműfajunk. Ezt mondhatom? Persze. Ezt mondhatom. És amikor már az elejétől kezdve az volt a cél, hogy mindennel foglalkozzunk, és tudjátok, amikor valami, de több dologról beszélsz, és abból a több dologból nem mindent szeretsz egyformán, akkor kettő dolog történik. Vagy az történik, hogy alul kompenzálod, és akkor az azt jelenti, hogy sokat fogsz arról beszélni, amit szeretsz, vagy felül kompenzálod, és akkor meg már túl keveset beszélsz róla, félve attól, hogy elviszi a Rivalda fényt a többitől, és mi szerintem, nem azt mondom, hogy hibába, mert ez nem hiba, de ebbe a csapdába beleestünk, de most lesz egy folk metal klasszikusai is, mert eddig csak a Windír volt. Így van, és ráadásul ez is egy folk black lesz, tehát még csak nem is az, hogy a folk metalnak a nagyon szépen szétálladó stílusfájából valami mást veszünk, hanem egy folk blacket megint. Ráadásul szerintem a folk black zenekart, mert most így gondolkoztam rajta, és nem nagyon tudok másik olyan formációt, ami talán ennél jobb lenne. Azt nem mondom, hogy ennél ősibb, mert szerintem a Falkenbach kapásból régebbi, vagy hogyha ezt attól függ, minek veszik, meg Viking metalnak is lehet hívni, de mindegy. De ilyen folk blackből az biztos, hogy egyik legősibb, ami nem más, mint a Moonsorrow. És hogy miért beszélünk róla? Nagyon nehéz kitalálni. Lesz rock maratonon. Az egyik utolsó bejelentés, mondanám, hogy az utolsó, de nem, mert a Tűr volt az utolsó, ami kicsit feljavította a folk arányt, mert ugye alapvetően csak volt a Darjáda, igen, volt még Peddi, és a többi, meg mondjuk az Airstormot is ide csaphatjuk, de mindegy, de alapvetően csak a Darjáda volt, de hát kaptunk egy Moonsorrowt, meg egy Tírt is. Na most azt lehet, vagy arról diskurálhatunk, hogy most a Moonsorrow mennyire folk, meg mennyire black, de hát erről is fog szólni az adó. Erről is fog szólni ez az adás, hogy ez mennyire van így, vagy nem. No de, beszélnek egy kicsit a saját kis élményeimről a Moonsorrowról, vagy Moonsorrowról, mert én amikor megláttam, hogy ez lesz, én kicsit magam alá pipiltem, tinis leány örömömben, ugyanis nekem egy nagy kedvencem a Moonsorrow, bár így, ahogy most újra elővettem az albumokat, rájöttem, hogy ide vágjátok be azt a részt, amikor Bilbo elmondja az ünnepi beszédét, amit én sose jegyeztem meg, te tudod azt fejből. Az itt lévő albumok. Az itt jelenlévők albumok. Felét se ismerem fele annyira jól, és felüket se szeretem fele annyira, mint sem kellene. Valami ilyesmi, igen. Na, ez nálam is így volt a Moonsorrow albumoknál, mert hogy én nagyon szeretem őket, de rájöttem, hogy egy csomót nem is tudok megkülönböztetni, mert nekem nagyon összefolyós, de erről majd egy kicsit később lesz szó. Annyi a lényeg, hogy én ezt gimi óta nagyon szeretem. Körülbelül olyan 2003-4 körültől egy ismerősöm küldte meg annól Sudden Uni albumot, amiben egyből beleszerettem, mert hogy akkoriban már szerettem, így kapirgáltam a folk metalt, nagyon szerettem például az Ensiferumot, de hogy jött ez a Moonsorrow, amilyen totál más volt, mint minden eddig, amit ismertem, és ez, hát akkor még nem voltam nagyon nagy black metal rajongó, jó sokáig, és ugye ebben egy jó nagy adag black metal, és ennek ellenére valahogy ez mégse az volt, mint mit tudom én, a Mayhem, vagy ami akkoriban számomra hallgathatatlan volt, hanem valami totál egyedi atmoszférával, meg világgal rendelkező, ilyen nagyon sajátos hangulatú, valamilyen black folk valami. Hát ambient zenék ekkoriban már voltak, de ilyen ambient black meg ilyesmik. Hát jó, mondjuk, hogyha a Dungeon szintet meg ezeket ide vesszük, azok is már azért voltak a 90-es években, de nem volt annyira ismert, ráadásul a Moonsorrow szerintem azon belül is valami nagyon egyedi valamit képvisel. Nem árulok el nagy titkot vagy spoilert, akik hallgatják az adásainkat, talán annyit már ismernek, de hogy nekem a folkosabb cuccaik jobban bejönnek, mint a blackesek. Tehát bármi, amiben egy kicsit több a folk, az nekem jobban tetszik, és itt is kb. Ez lesz majd a listámnál, ahogy látni fogjátok. És igen, kurva nagy élmény volt nekem 2017? 8-ban látni őket. Csak egyszer láttad őket? Pagan Festen 2008-ban ott voltak. Azt tudom, hogy ott voltak, de ott szerintem csak ilyen félig láttam őket, vagy nem tudom, ott valamiért, mert ugye ott az volt, hogy imádom, és valamikor ki kell menni meghalni, és szerintem akkor pont ott töltöttem a meghalós időm, mondjuk így utólag visszagondolva lehet, hogy máson mentem volna ki, de mindegy, ez már az én hülyeségem. De mindegy, félig azt hiszem, ott láttam mondjuk őket. Mondjuk ott az a nehézség az megvolt, mindjárt visszaadom a szót, mert erről a világ összes idejét el tudnánk szerintem mi ketten beszélgetni, hogy
az volt az érdekes abban a Pagan Festben, hogy nagyon sok zenekar szerintem még a Magnum Opusát 2008-ban nem hozta ki azok közül, akik ott fölléptek, például a Tyr, az Elveiti, de van, aki meg már pont, hogy igen, például a Korpiklaani, vagy az Enziferum. A Monsorónál egy kicsit nehezebb eldönteni, mert szerintem... Nem spoilerezünk. Hát azt elmondhatom, hogy szerintem nagyon egységes a színvonala az életműnek. De ott, igen, hát azon múlik, hogy inkább a folkosabb dolgaikat szereted, ami a korai idők, nem meglepő, tehát ez nem nagy spoiler, vagy inkább a folk black-eseket, amik meg a későbbi idők. Igen, na, de hogy azon voltam, de így igazából ennyi nekem a koncertélményem velük. Azt hiszem meg 11-ben is, vagy mikor voltak kis hazánkban ott a Tűrrel együtt, de erre nem vennék mérget. Meg azt hiszem 2008-ban talán játszottak a külön passzet is, amit rohadtul nem szoktak manapság már játszani, nekem szívfájdalmam, legalábbis utána néztem így a mindig setlist.fm-en, hogy miket játszanak, de ilyen hát az igazából nehéz megállapítani, hogy mi lesz majd a rockmaratonos koncertjükön, mert ritkán koncerteznek, és eléggé rotálják a setlistet, ami még nem olyan nagy baj. Mondjuk az ő esetükben különösen nehéz összerakni egy setlistet, mivel hogy hát ilyen 10 kötője 30 perc között eléggé sok szám van. Na mindegy, de elég ennyit rólam, át is passzolom a szót Kristófnak. Még annyi, hogy általában én szoktam itt lenni most a poron, vagy általában én szoktam lenni a poronmester, de most ezt javarészt Kristófnak átadnám. Hát vagy legalábbis megosztjuk, de azt beszéltük fejesen, hogy valószínűleg a Monsorú átfogó életrajzát, meg pályaképét azt én tudom jobban, úgyhogy akkor ezt most én magamra vállalom. Nem ismeretlen a szerep a My Dying Bride-nál, igaz, hogy vendéggel, de ezt már egyszer kipróbáltam, úgyhogy remélhetőleg menni fog. Az én vonatkozásomban a Monsorú az bő évtizeddel később, de hasonlóan kezdődött. A legelső dal, amit hallottam tőlük, az a Sankari Hauta volt, ami a Hoi Mastaya Kunniasta lemezen van, és akkor utána megismertem azt a lemezt is, utána talán a Kiven Kantaját, és akkor itt szépen lassan az egész életművet, és engem a black metal az már megfogott a gimis évek után, már az egyetemi évek alatt. Az atmoszférik black már gimiben, de a sima black az egyetem korai éveiben. És akkor ezzel együtt jött az, hogy felfedeztem a Monsorónak a nem három első albumát, hanem a későbbieket, mert az első három az talán még tényleg folk metalnak mondható. És én is láttam őket 2018-ban, ez volt az első budapesti koncertélményem, vagy hát a második, hogyha az előzenekart számítjuk, mert az ugye egy Hidden Crusade Tour-nak a magyarországi állomása volt, a Barbanegrában, a régi Barbanegrában, még a Prille Cornelia úton, az volt a Barbanegra klub, és akkor ott Primordial, Monsorú, Der Weg einer Freiheit volt, az egy német... Az is valami black valami. Atmo black, post black, valami hasonló. Élőben nagyon-nagyon jó volt, és nagyon tetszett, de lemezekkel azóta nem tudtam megküzdeni valamiért, nem tudom, hogy miért. A Primordial egyébként nekem azt az estét elvitte a hátán, de akkor szerintem azt is elmondom, hogy miért, mert szerintem a Monsorúnak fantasztikus életműve van, és még egyszer mondom, szerintem nagyon egységes színvonalú életművet képvisel. Nem véletlen, hogyha megnézitek top listákon, mondjuk a általam állandóan emlegetett Metal Stormon, a top 200 lemezben is vannak Monsorú lemezek, most nem mondom el, hogy melyikek, meg a top 100 folk metal album között is nem egy Monsorú lemez van, tehát top 5-be is legalább egy Monsorú lemez meg szokott fordulni, úgyhogy nagy az elismertsége, és nem esett abba a hibába, mint amibe hát talán a Fintrollt leszámítva mindenki a nagy finn ötösből, ugye ez a Monsorú, Fintroll, Enziferum, Korpiklaani, Turisas, hogy adta ki borzalmasan trágya lemezeket, ugye ez a Turisasnál a Turisas 2013, az utolsó, azóta nincs is lemez, milyen meglepő, a Korpiklaaninak, hát én a Kulkiát azért nagyon rossznak mondanám, az Enziferumnak meg a Two Paths ez, de valószínűleg az a kulcs, hogy ugye Henry Sorvali a zeneszerzője a Fintrónak is, meg a Monsorúnak is, és ő egy fantasztikus zeneszerző, szóval valószínűleg itt van a kutya elásva. Nagyon jó lenne, még ezt az egy dolgot mondom el, és akkor nem akarok már sokáig, de még két dolgot akarok, akkor kezdjük ezzel, mert ez a rövidebb, hogy van ez a Finnish Big Five, ez a finn folk metal nagyötöséről szóló könyv, sajnos csak finnül jelent meg, én ezt már, aki figyeli a podcastjainkat, szoktam mondani, hogy
elkezdtem finnül tanulni, most már második szemeszter óta tolom, és nagyon-nagyon imádom, de hát azért még messze vagyok attól, hogy ezt megértsem, de... Csak azért, hogy ezt a könyvet el tud olvasni. Megvan a motiváció. Hát az egy elég nagy motiváció volt, hogy ezt a könyvet elbírjam olvasni, igen, de mindenféleképpen meg fogom tenni, csak az a baj, attól félek, hogy mire én megtanulok annyira finnül, hogy el tudjam olvasni, addigra lefordítják angolra, méltóztatják lefordítani angolra. Egyébként eleve nem értem, hogy miért nem angolul írták meg, mert elvileg a finnek nagyon jól beszélnek angolul, de hát jó. Hát vagy duál nyelven, hogy van angolul is, meg finnül is. Úgy voltak fel, hogy akkor ez legyen egy ilyen, van ugye a hungarikum, meg akkor van a suomikalikum, vagy nem tudom. Hogy... De érted, basszatod, hogyha mindenki jól tud angolul, kivéve azt az egy embert, aki írja. Hát, hogy le lehet fordítani, de az pénz. Ja, persze. Na mindegy. Nem tudom, a lényeg az, hogy az nagyon érdekes lenne egyébként, mert a Munszuró korai történetéről is például kevés van. És akkor még egy dolgot akartam mondani, és akkor tényleg rövidre fogom utána, vagy kezdjük a zenekar történetét, hogy a Munszuró az azért nehézkes egy kicsit, mert szerintem te benned is valamilyen szinten, meg én bennem is valamilyen szinten él egyfajta ilyen nosztalgia hangulat a folk metal aranykorát illetően, ami be igazából az ő lemezeik még csak bele se esnek, mert jóformán megelőzik. Ez ilyen 2005-től 2012, max 15-ig. Ez szerintem azért van, mert hogy a in worldwide így van, viszont ahonnan ez így származik, mert szerintem javarészt a folk, mert tehát tudom, hogy elsősorban a Skyclads azt szokták kötni, de az itt gomba módot inkább Skandináviába kezdett el szaporodni, és ott náluk ezért már hát ott 90-es évek végén, 2000-es évek elején. Ráadásul ott volt egy ilyen black árnyalata a dolognak, tehát ott igazából ott úgy mondanám, hogy előbb volt black, amibe vittek folk cuccokat, mint maga a folk metal úgy egyébként. Tehát ott szerintem abból sarjadt ki, ezért van az, hogy nagyon sok északi cucc, az ilyen folk black, legalábbis nyugatobbra. Finnországban ugye ott mindenki csak dallamozzanét tud csinálni, ezért náluk kevésbé érvényesül ez, kivéve a Munszórót például. Az itt is vannak dallamok jószerivel. De azt mondom, hogy ilyen van, mert hogy ők igen, finnek. De hogy ebből azt akartam kihozni, hogy és akkor mivel bennünk van ez, ezért lehet, hogy mi bennünk jobb érzéseket kelt, vagy jobban el tudjuk engedni magunkat egy olyan koncerten, egy hipotetikus olyan koncerten, ahol a Munszuró inkább az első három albumát preferálja, annál is inkább, mert azok a rövidebbek a dalok. Ettől függetlenül általában a Munszuró, legalábbis az én tapasztalataim alapján, hát legalábbis 50-50, de inkább dől a mérleg az újabb lemezek irányába, ami amúgy tök érthető, mert ők most már inkább ezt képviselik, csak egy kicsit lehet többet, egy icipicivel lehet többet humpa-humpázni, de úgy látszik, hogy ezt meghagyják a fintrollnak. És akkor ebből születnek azok a problémák, hogy egyébként én úgy gondolom, hogy ezeket a folk black-es dalokat még nehezebb jól megcsinálni élőben, mint ezeket a régebbi folkosabb dalokat. Cserébe nem kell hozzá annyi hangszer, és lehet, hogy egyébként teltebben elő tudják adni, nem tudom, hogy igazából ezzel mi a lényeg. Egyébként a Munszuró az nem játszik el élőben semmit, amire nincsen hangszerük, tehát hogyha valami nincs, akkor az vagy bejátszák szintiről úgy, ahogy, és akkor nem pont olyan, vagy pedig akkor azt kihagyják, és akkor csak a gitárok, meg a szinti, meg a dobok vannak. Ami egyébként valahol megsüvegelendő, hogy ők nem dobálják tele a zenéjüket szemplerrel, mert egy idő után már az is bosszantó. Szóval ők a másik utat választják. No, de szerintem elkezdhetjük a zenekar történetét is, mert már eleget elpofázom itt erről, vagy szeretnél reflektálni erre? Nem. Kezdhetjük akár a nevével is. Én azt hiszem, most tudtam meg, kezdhetjük a zenekar nevével. Ez a Celtic Frostos podcastben már elhangzott, hogy a Celtic Frost Sorrows of the Moon dalából ihletődve nevezték el a zenekart. Hát biztos, hogy Szorváliék hallgattak sok Celtic Frostot, ami hát nem meglepő, mert hogy ők a 90-es években voltak tinik, vagy lehet, hogy már még hamarabb, azt hiszem 78-as a Henry és 80-as a Ville, szóval akkor igen, ők olyan, és ott már nagy tinik voltak a 90-es években. Úgyhogy, 18 volt 95-ben. Igen, úgyhogy nem meglepő, hogy ők ezt elkezdték tolni. De az egész az egyébként 1995-re tehető, így van, tehát a 90-es évek pont közepére, amikor két unokatestvér, Henry Szorvali és Ville Szorvali megalapították a Munszurót. Ville azóta is a zenekar énekese, basszusgitárosa az összes kiadványon, bár az korai időkben így nagyon össze-vissza voltak a hangszerek, hogy ki milyen hangszeren játszott, tehát a Ville az például szintizett is a régi anyagokon,
és akkor Henry Sorvali volt, aki tiszta ének, gitár, később szinti, bassgitár korai időkben, tehát igazából nem, az nem bocs, tehát hogy gitár, szinti, ének a tiszta ének a korai időkben. Tehát igazából ketten együtt megcsináltak egy zenekart, és akkor kiegészítették egymásnak a dolgait, és jöttek a demózgatások. Az első demó még angolul volt egyébként, ez volt a Thorns of Ice, és onnantól kezdve, tehát a második demótól kezdve, ami meg ez volt 1996-ban, és az 1997-es Metze demótól kezdve, ami erdőt jelent egyébként, igyekszem majd mondani, hogy mi mit jelent, mert azért nem angolul vannak. Ettől a kiadványtól kezdve majdhogy nem mindig finnül énekelnek, legalábbis a saját dalokban majdhogy nem mindig finnül énekelnek. És akkor a 90-es évek végén csatlakozott hozzájuk dobosként Marko Tarvonen, és már így hármasban vették föl a második vagy harmadik demójukat, a második finn nyelvű demójukat, ez volt a Teme Ikuinen Talvi, ami azt jelenti, hogy ez az örökké tartó tél, magyarul. Egyébként volt egy promó névre hallgató ilyen kisebb demó is, de azt nem adták ki. Van egy tippem, azt szerintem ilyen izéknek ment. Igen, az ilyen terjesztőknek valószínűleg. Nem sokkal később jöttek a lemezek is. Mekkora spoiler. És akkor ezután meg már 2001-ben már jött rögtön két lemez is, de az elsőt azt még 2000-ben vették föl. De akkor még a demókról gyorsan beszéljünk. Elsősorban a Metze és a Teme Ikuinen Talvi demókról. Na most a Metze, vagy Metze, az még ilyen... Donát kacsa énekel benne. Hát az inkább a Thorns of Ice-on van, de itt is elég... Hát itt is van Donát kacsa. Elég hányadék itt is a vokál, igen. Meg eléggé hányadék a minőség is. Egyébként ez még ilyen nagyon blackes, tehát érdekes, hogy ők black, folk, black, így volt náluk az evolúció. És ez még nagyon blackes, már itt is tele van szintízve, tehát hogy a szinti témákkal még a Thorns of Ice-on sincsen probléma. Látszik, hogy mármint hogy a Henry Sorvali, az nem fukarkodik a jó szintizátor témáknak a megírásával, mert eléggé agyon szintizett, de alapvetően black metal ez még. És akkor igazából ezt így kell elképzelni. A Teme Ikuinen Talvi, az meg a második kiemelendő demo, amit itt éppen beszéltünk fejessel, hogy igazából ez még az... kvázi az ilyen nulladik lemez is lehetett volna. Hát 42 vagy 3 perccel azért úgy már... Igen, itt már egy kicsit jobban érződik a későbbi stílus, de én egyébként ezt leginkább atmoszferik blacknek mondanám így meghallgatva. Egyébként engem egyik sem nyűgözött le, ezért ezen viszont már érződik a zeneszerzői kvalitás, ami van a kuzinoknak, elsősorban a Harrynek, és egyébként Ville meg a dalszövegíró, tehát ő szokta mindig a dalszöveget írni, és ő mondta is, hogy ő ilyen mítikus régi dolgokról tud jó dalszövegeket írni, és akkor ez már eleve determinálta azt, hogy a Monsoro milyen témákkal kell, hogy dolgozzon. Ezt a legújabb album, legújabb 8 éves, Jumalten Aika, ilyen Napalm Records-os ilyen bemutató videójában mondta el, hogy ő ezt így mindig is így csinálta. Szóval a korai időkben még eléggé nyers volt a hangzás, és akkor ebből alakult ki a Monsoro-nak a későbbi hangzása. Érdekes esettanulmányok ezek egyébként, én mindenkinek javaslom, aki szereti a Monsoro-t, hogy rágja át magát rajta, bár főleg a Metze az eléggé hányadékul szól, de a későbbi időkre azért kettő dalt megmentettek a demókról, mert hogy egy dalt a Metze, meg egy dalt a Teme Ikuinen Talviról, azokat átmentettek a Tuli Mürszkőre, de ezt majd ott elmondjuk, hogy ezek milyenek voltak, meg ezek melyikek voltak, és itt átdolgozták őket. Szerintem egyébként a Vergelmir, ami a Metze-ről származik, az összehasonlíthatatlanul jobb a Tuli Mürszkőn, de ezt majd ott részletesebben elmondjuk. Én is mondanék pár ilyen mondjál, igen. Élménybe számolt. Neked milyenek voltak a demók? Hú, hát Donát kacsa az engem nagyon hazavágott így az elején. Az de az elsősorban egyébként a Thorns of Ice, még a Metze-n az szerintem már kevésbé. De egyébként a Teme Ikuinen Talvim, az örök tél, vagy azt hiszem valami ilyesmi. Az örökké való tél. Az? Örök tél is lehet, igen. Na, az nekem kifejezetten bejövős volt. Hát az, mintha egy kicsit hallatszolott volna, hogy a fiúk szeretik a Burzumot, de ezt egyébként a Tülümirszkin is éreztem. Lehet, hogy nem véletlen, hogy oda mentettek át egy-két dalt így a korai időkből, mert nekem rohadtul egy-két helyen ilyen nagyon burzumos volt. És aztán én gondolkoztam rajta, hogy honnan ilyen rohadt ismerős még ez ilyen szintikezés, meg mindenszer. Rájöttem, hogy a Fintrollból, mert ilyen ekkortájt jött ki, ugye a Midnattes Vidrunner, vagy Vidunner. Midnattes Vidunner. Az. Jó, az első Fintroll, az meg 99 egyébként, ott hamarabb jöttek a lemezek kicsivel.
Igen, de hogy ez pont ugyanebben az időszakban van, és hát nem tudom most, hogy a Fintról történeti, de gondolom ott is már benne volt a Henry fiú. Hát alapítottak mind a kettőben, úgyhogy igen. Ugye Harry a igen. dalszerző igen, esősorban. Úgy emlékszem, ugye? Hogy a Fintról az viszont 97-es, tehát fiatalabb, csak hamarabb jött ki lemeze. Igen, de hogy minden nagyon hasonlít a Midnight Dance, ami meg svédül van. Igen. A Fintról meg svédül zenél, tehát igen. Nagy itt a kagyfasz. Egyébként ezt nem tudom miért, azt hiszem ők turkújak, és a turkuban egyébként az ilyen svéd, ott van a legtöbb svéd, szóval nem tudom bármi köze van-e hozzá, hogy mondjuk a zenekar egy része svéd. Azt sem tudom, hogy ők svéd származásúak, de ilyen névvel nem hiszem. Na nem, mindegy. Nem, hát a Katla miatt, de ez most nem egy fintról aki beszélő, mert Katla igen. Viszont ő viszont finnországi svéd, igen. Jó lehet, egyébként a Munszoró az nem, meg... És nem beszél jól finnül amúgy. Viszont a Munszoró az meg ilyen legtöbbször ilyen, hát ha jól néztem, ilyen viking tematikával operál finnül. A finnek meg ugye nem nagyon vikingek, legalábbis nem ilyen germán mitológiai bekötöttségűek. Annyira nem vajkáltam bele egyébként, mert gondolom van egy csomó finn mitológiai témájuk is, de azt hiszem pont az utolsó albumunk az inkább ilyen vikinges valami. Tehát például a Mimis Brun az biztos, hogy viking téma. Hát szerintem eléggé... Ezt még nem mondtam, de hogy ezt azért így ki lehet találni, hogy a Munszorónak a zenéje az nagyon mély és nagyon tömény és nagyon nehéz értelmezni. És most jó, hogy ezt elkezdted mondani, mert még egy gondolat eszembe jutott, amit mindenféleképpen el akartam mondani, úgyhogy köszi. Szóval, hogy a Munszorónak a zenéje az nagyon nehezen emészthető, és ez szándékosan van így, tehát a Henry Sorval direkt írja ilyenekre a dalokat. Hát szerintem nehéz. Szerintem... De úgy mondom, hogy ez szándék, és hogy ilyen challengingnek, ilyen kihívónak akarják, mert hogy azt mondják, hogy ez nem az a fajta zene, amit csak így szórakozásból hallgatgatsz. Kivéve az első három albumot. Amit te is mondtál, hogy hát igen, ez egy kicsit nehézkes, és a dalszövegek azok szerintem, sok az ilyen természetközeli mítoszos téma, ami nem feltétlenül konkrét történeteknek a feldolgozása, tehát ne úgy képzeljétek el, mint egy... Amon Amarthnál, ahol egy konkrét sztorit elmesélnek, egy, mit tudom én, a Ragnarökről, vagy akár, nem tudom, kinek vannak még ilyen konkrét elveszélyek, Darjadának például, hogy csak magyar példát mondjunk, hogy egy konkrét sztorit elejétől végig elmesélnek, hanem sokkal inkább ilyen természetközeli dolgok, bár egyébként annyira én sem olvastam a szöveget, nyilván finnül vannak, egyébként mindegyiknek van angol fordítása, de azért annyira jól nem tudok, hogy ezeket be így elkezdjem átrágni magamat finnül. És akkor amit még mondani akartam, az, hogy a hasonló világot egyébként nagyon sok zenekar képvisel, és szerintem akik ilyen, nagyon ezt a szuper, ilyen vikinges, pogányos, és egyébként Epic Hidden Metalnak hívják a műfajukat, ami nyilván nincs ilyen a valóságban, de ez egy jó marketingfogás. Hát ezt azért találták ki, hogy ők nem folk metal, meg amúgy nem is black metal, hanem ők ilyen más. Igen, egyébként azt hiszem a viking metal tematik terminológustól határolódnak el, folktól nem emlékszem már, hogy mennyire lehet, hogy attól is egyébként, de hát ők... Szerintem így a korplikánitól lehetnek rosszul. Szerintem egyébként a viking műfajba simán jól beleillenének, ugye ezt elmondtam a viking metálos videóban. Hát szerintem inkább rájuk van szabva ez a... A viking metál, annak két értelmezése van, és szerintem pont, hogy a jobbik értelmezést használják ritkábban, hogy az Amon Amarth az nem viking metál, az egyik értelmezés szerint, amit én szeretek, mert most csak azért, mert vikingekről szól a dalszöveg, attól az még melodic death metal, de a Báthory az, ami viking metal, nyilván nem minden lemezen, és hát a Twilight of the Gods-ra igazából rohadtul hasonlít a Munszoró egész életműve, annyi különbséggel, hogy folkosabb, és van benne károgás, meg nyilván black metal elemek, de igazából hangulatában hasonlít, de most már tényleg nem menjünk bele annyira az értelmezésekbe, mert ezt a pagan és viking metalról szóló Metalsziget videókban kifejtettem, a Munszoróra is kitértem, úgyhogy ha valakit érdekel a műfaji besorolás konkrétuma, akkor ott lehet. Én azt fogom mondani itt mindenhol, hogy folk metal. Jó. Most már elég volt a litániákból. Még a demókról vélemény esetleg? Ennyi, hogy ez az első anyag egyébként, ami szerintem egy simán egy albumnak is elmehetne. Tehát a te melyik új nem talvi. Igen, ez egy teljesen tök okés ilyen szimfó melodic black valami. Ja, teljesen fogyasztható. Melodic Black, vagy Atmospheric Black, az szerintem is egy jó jelző ezekre még. Még annyi így előjáróban, hogy a Munszoró életmű ez kicsit olyan, hogy így egyre kevésbé lesz fogyasztható egy bizonyos pontig, aztán szerintem egy kicsit visszakanyarodik, hogy hol azt majd meglátjátok. De szerintem akkor menjünk is rá az első albumra. Menjünk az első albumra, igen.
vissza is tértünk, az első albuma a zenekarnak, a 2001-ben kiadott Sudden Uni, szerintem aranyos cím azt jelenti, hogy a farkas álma. És itt fontos egyébként a hónap is, hogy mikor adták ki. Igen, mert hogy ez januárban jelent meg rögtön 2001-ben, egyébként előtte vették föl 2000-ben, tehát hogy kvázi még az előző évezredben, mert ugye az előző évezredéként 2000-ig tart, jó, ez most itt nem annyira fontos. Egyébként apró érdekesség és megjegyzés, hogy a Sudden az ugye azt jelenti, hogy farkasnak mi a fene eset, birtokos eset, na de hogy van a alany esetben a farkas, Sussi. Szerintem ez ilyen annyira, hogy mondjam, tehát... Finn nyelv cuki. Igen, ennyire nem, ennyire félelmetes állatnak, ennyire ilyen, hogy mondjam, infantilis, nevetséges neve legyen, hogy Sussi. Nem tudom, hát anyukám hívja a kutyáját Sussinak, de oké. Okay. Mikor annól tanultam finnül, ott volt egy nagyon kedvenc kifejezés, amit már elfelejtettem, ez a fagyis kislány, vagy valami ilyesmi, azt nem tudom, vágod, ez a nagyon cuki. Én csak a fagyit tudom, az... Hú... Valami tűrt... Játele. Igen? Játele. A kislány, ez meg valami tűrt, nem tudom, és olyan nagyon cuki az egész. Hát a... Várjál, hogy van a kislány, mert a tüter, mert van is ilyen dalszövegben, tüttö a kislány. És fagylaltos kislány? Nem tudom, hogy van, na, az, minden, hogy fagylaltos. Az egész finnyel volt. Játelő meg a tüttő ezekből, igen, van így összekombózó. Még valami toldalék van benne biztos valahol, hogy ez így kijöjjön, igen. Most egy magamra hozragadtam a szót, egy nagyon minimálra még annyi, hogy itt egyébként ez a borító, a basic borító sokkal jobb, mint ami így elterjedt, amit én nem is értek, hogy ez mi, ez a farkasos. Ennek... Az újrakiadás. És ezt így kigondolta, hogy ez úgy jól fog kinézni? Hát Sudden Uni. Van rajta farkas, az eredeti nincs. Egyébként az eredeti az leginkább a... Hogy a picsában lenne. Ja, tényleg. Jó, de olyan érdekes a sávozás, hogy én erre a színkombóra figyelek. Egyébként ezek az arany meg vörös színű albumok is általában a kék-fekete albumokhoz hasonlóan tök erősek, csak ezekből kevesebb van. Ilyen például a Drutk Autumn Aurora, aminek szintén szerintem hát elég jó borítója, meg a tartalma is. Na de zeneileg is beszéljünk róla, de előtte egy kis töri. Tehát 2000-ben álltak neki, hogy fölvegyék ezt a lemezt, és akkor itt már velük zenélt a dobosként funkcionáló Marco Tarvonen, és hát már vele együtt jelent meg a lemez, az alternatív borító az pedig nem annyira szép, itt éppen fejes azt nézegeti. Na de akkor a lemezről, hogy egy kicsit beszéljünk. Ez a lemez szerintem eléggé könnyen emészthető, hát legalábbis a Munsoro zeneiségéhez mérten. És ami érdekes a Munsoro életművéből, hogy a Munsoro-ra az jellemző, hogy minden album relatíve hosszú, itt még nem annyira, mert csak ilyen 42-3 perces, és minden albumon relatíve kevés dal van, amik általában hosszúak, nem ritkák a 10-15-20 perces dalok sem, az életmű második felében kb. A 15 perces dalokra így ráállnak, és azokat csinálják. És ez itt még nem igazán igaz, mert igaz, hogy van egy 10-11 perces, de az összes többi az nem haladja meg a 7 vagy 8 percet. Vannak kifejezetten rövid dalok is, ilyen 6, meg 4, meg 3 percesek is. Ami máskor ami, az az átlag. Ami más, az a rövid. Igen, ami más zenekaroknál az átlag, vagy a rövid. És még relatíve könnyen emészthető, igazából ilyen nagyon sok szintivel, meg népzenei témával átítatott ilyen, hát folk metal, valamilyen szinten black metal, van benne tiszta ének is, de egyébként Ville Sorvalinak az érdekes károgása, szerintem nem annyira jó, de megszoktam az évek alatt károgása. Hát sokat fejlődött uralja, a Dovát Kocsahoz képest. Igen, uralja a zenét. Ami érdekesség erről egyébként, az a Tulkapa Eljet, ami egyébként egy későbbi újrakiadáson fölkerült bónusztrek, ami ilyen tök mulatós cucc. Az egyetlen mulatós daluk. Igen, bár a Pakana Juhla... Hát ez nem ennyire mulatós, de... Abba is a szinti egy kicsit táncoltatós, de azért igen. Nem ennyire, igen, azért nem ennyire. Úgyhogy igazából erről a lemezről ezt lehet elmondani. Én ezt már relatíve későn ismertem meg, és én nem is vágódtam tőle hanyatt annyira, olyannyira, hogy nekem a kis listámon, mert most is készültünk persze listával, nekem a 6. helyen szerepel, ugye 7 lemez van összesen. Szerintem ez egy nagyon jó felütés, de később szinte csak jobbakat adtak ki. Viszont ugye az a hiba, vagy az a helyzet van, hogy itt dől el igazán, hogy melyiket szereted inkább a Munsoróból, a Epic Folkot, vagy az Epic Folk Blacket. Én inkább utóbbi, de és akkor egyértelmű, hogy mi van elől, és mi van hátul. No, hát nálam ez a második.
Tudtam, hogy itt nagy szakadás lesz, ebben biztos voltam. Egyébként teljesen meg tudom érteni, hogy ilyen raktad hátra a későbbiekhez szíven, de nekem annyira ilyen mély emlékek és kötődéseim van ez az albumhoz, hogy nekem itt muszáj, hogy itt elő legyen. Hát egyébként itt valóban sokkal kevesebb a Black, mint a Folk, de ez se olyan folk, ami például a Korpikláni-ban van, jó kivéve túlkapáéjátot, ami egyébként szerintem még így is kibaszott menő, meg nagyon, nagyon jó ilyen mulatós dal, nem is tudom, minek hívjam azt, tehát hogyha jó ízléssel akartok csinálni ilyen nagyon fasz a metal buli dalt, vagy nem tudom, minek hívjam ezt, ezt így kell csinálni. Egyébként nekem az albumról a két nagy kedvenc, az a Pakana Jula, ezt mindig abbaszom a nevét, most ezt remélem jól ejtettem. Ezt ki nem fogom mondani finnül. Pogány lakoma. Igen, ezt ki nem fogom mondani finnül, szóval 1065 Aika. Most tuhát, tuhát kúszikümmente víszi. Beléd is. No, hát az nekem az egyik első ilyen nagy... És Aika, az Aika az még megy. Igen, első ilyen nagy muszoró kedvenc volt, olyannyira, hogy ma is az egyik kedvenc dalom. Egyébként a Munszorónak itt mutatkozik meg az első olyan zeneszerkesztési módja, ami főleg a későbbi albumoknál egynél meg nagyon jellemző lesz, hogy ilyen nagyon lassan építkező, de nagyon hangulatosan építkező dal, és van egy katartikus pontja, amikor aminek megágyazott az egész addigi dal. Ez egyébként az a dalnak ez kb. A háromnegyedénél van, de azt hiszem ez a, nagyjából ez a szerkesztési mód később is így helyek közzel igaz lesz. Mert általában van egy ilyen lassan építkező, katartikus, pontos és szép levezető. Kivéve az ilyen félórás tételeknél, mert ott több pík is van. De itt mutatkozik meg ez, és nekem itt talán az egyik legjobban ütő része is ebben a dalban van. A Pakana Jula az egy rohadt jó ilyen, hát a mulatósnak mondanám, ez ilyen. De van egy kicsit táncotós jellege. Igen, itt szerintem még érződik, hogy itt még a Harrynél így fejben össze volt fonódva a Fintról a Munszoróval. Igen, tehát mindegy, az is egy nagyon igényes dal. Illetve itt az egész album igényes, de ez egy nagyon jó lemez, félreértés, ne essék. Így van, és szerintem a Munszorónak ez a fajta ilyen nagyon dallamos hangulat folk zenéje, az talán itt ez a As Eternal, az a Queen Ikunen, azt hiszem az, Ikunen. Az Queen instrumentális. Ikunen. Igen, az instrumentális. Hát ez valami frenetikus, tehát, hogy... Bár minden folk metal album ilyen lenne, hát igen. Igen. Vagy ez lenne a mérce, tudod, a léc. Igen, de egyébként az ezt megelőző, meg ezt követő, tehát igazából az egész album kurva jó, tehát most végignézem az összes, tehát... Igen, ezt mondom, és ez egy jó lemez, csak én nálam az életmű többi része ezt beárnyékolja. Igazából sokat nem tudunk még róla elmondani, pátoszokat lehet róla zengeni. Nem ennyi, hogy ez egy ilyen könnyebben emészthető, de a Munszoró saját mély stílusjegyeit már itt is felvonultató album ez, tehát hogyha be akarsz, tehát hogy meg akarod ismerni a Munszorót, akkor mondjuk lehet, hogy ne ezzel kezd, de ez legyen a második ilyen album. Lehet az elején, igen, hogyha ez a folkos vonal tetszik, vagy ismerkedni akar valaki a Munszoróba. Egyébként én a Kiven Kantáját javaslom. Igen, azt akartam mondani, hogy az talán könnyebben nem észthető. De utána jöhetnek időrendi sorrendben. Egyébként én a Voimastával kezdtem a következővel, nem sokára arról is beszélünk. Így van, tehát nálam ez a második, nálad nálam a hatodik, igen, és akkor azt akartam még mondani, hogy egyébként ebből szerintem rászokhatnának. Most nem azt mondom, hogy a túlkapa eljetett. Azt szokták játszani. Szokták. Legalábbis az utolsó pár... Jó, nem. Tehát azt akartam, az elmúlt 10 koncerten volt kettőn, amin azt hiszem játszották. Tehát azt akarom mondani, hogy akkor jól csinálják, akkor teljesítik. És azt hiszem pont, hogy azzal kezdtek. Teljesítik a kérésemet, tehát hogy szerintem időnként elővehetnének innen egy-egy dalt, mert ráadásul itt még vannak nem is olyan hosszúak, és akkor ez így teljesíthető lenne. De akkor ezek szerint ez meg is történik, és akkor igazából tárgytalan a kérésem. De szerintem akkor jöhet a következő. Várja még egy valamit, ezt most kipróbálhatnánk, ilyet még nem csináltunk, hogy te mit várnál az koncerten erről az albumról? A túlkapa eljetett, mert az egyetlen mulatos dala a Munszorónak. Hát vagy azt, hogy a Pakana Julát. Vagy azt. Ja. Csak az meg hosszabb, és akkor nehezebb elosztani a további setlistet, ami a Munszorónál kruciális, mert 2018-ban is az 1 óra 15 perces koncerten összvisz 6 dalt játszottak, ebből volt 4 darab 4 órás, meg 2 darab 7 perces. Jó, akkor csináljuk úgy, hogy egy dalt választhatsz mindegyikről, mondjuk lesz olyan albumol, ilyen. Ott lehet, hogy ez... Én tudok, én mindenhol tudok egyet választani, szerintem. Hát, hogy egyet, kettőt, na mindegy. Na, innen nekem ez a kettő lenne. Ne, ez a kettő, egyet értek. Na ja, akkor zsá. Menjünk tovább, igen.
vissza is jöttünk. 2001-ben, tehát ugyanabban az évben, csak az év végén, vége felé novemberben megjelent a Monsoro második lemeze is. Ez volt a Voimasta ja Kunniasta, ami azt jelenti, hogy erőből és becsületből, igen, mert az honor, meg glory, meg ezeket a szavakat, ezeket valamiért mindig keverem angolul, nem tudom, hogy miért, de hogy erőből és becsületből. Keveset vovoztál. Lehet, hogy keveset vovoztam. És ugye, ami még nehézség nekem az az, hogy én ezt a, ráadásul ezt a dalcímet mindig keverem a Falkenbach-nak a Magni Blandinok megintírivel, ami meg azt jelenti, hogy mixed with pride and valor, vagy honor, vagy strength, az ott is ilyen, abban benne van a valor az ilyen izé, az ilyen na, szóval, dicsőség, vagy mi a szart jelent, valami ilyesmi. Igen, és az meg vagy valor and pride, az meg izé, az meg a Volt Rower, tehát hogy nekem ezek így keverednek a fejemben. Tehát szóval, a power metal vannak még ilyenek. Of strength and honor, erőből és becsületből, vagy erőből és becsületből. És egyébként ezt az estet már tanultuk, már nem jut eszembe a neve, mert latin neve van, ez az Astaste toldalék, nem akarok senkit sem fárasztani, finn nyelvi leckékkel én sem vagyok abban elég jó, hogy ezeket kiosztogassam. Egyébként itt már játszottak élőben, tehát egy 2001-ben már elkezdtek élőben játszani, és akkor itt még session tagokkal Mitya Harvey Lahti lett a live gitárosuk, aki egyébként játszik is a lemezen gitárosként, és live szint is lett a Marcus Eurén, Lord Eurén, aki ezen a lemezen még nem szerepel, de hiszem később lemezeken is már teret engednek neki. De itt még a Harry Sorvali is játszik élőben, aki aztán később ezt inkább hátra, vagy elengedte, és akkor mondta a többieknek, menjétek turnézni, én maradok itthon, nem tudom. De szóval... nem ő volt az, aki azt mondta, hogy nagyon szeret zenét írni meg minden, de speciál élőbe fellépni rühel, mint az állat. Hát lehet, hogy ezt mondta, ilyesmit. Mert hogy ő azt hiszem 2007-től, vagy nem tudom mitől kezdve mindennel abba hagyta a fellépés. Néha otthon így fölmegy a Monsorohoz a színpadra, a Turkuban, vagy lehet, hogy Helsinki-ben, nem tudom, de hogy alapvetően nem játszik velük élőben, ez még későbbi sztori. De beszéljünk a lemezről, mert hogy a lemez az, hát szerintem egyébként egy eléggé jó kiadvány. Itt már érződik az, amit mondtam, hogy a Monsoro inkább hosszabb dalokban gondolkodik, mert az intrót leszámítva egyik dal sem rövidebb 7 percnél, az előzőnél meg az volt, hogy volt egy 7, meg egy 11 perc, és az összes többi 7 percnél rövidebb volt, és a játékidő is kezd kicsit elnyúlni, már közelítünk az 50 perchez, és hát igazából ez az album az biztos, hogy a népszerűség, tehát a Monsoro népszerűségének az egyik legnagyobb forrása, és az egyik legnagyobb megalapozója annak, hogy ők igazából mennyire sok dolgot elértek a folk metalban, meg úgy általában a metalban, mert ez egy eléggé fundamentális és megkerülhetetlen lemez. Olyan dalok vannak rajta, mint a Sankari Hauta, ami azt jelenti, hogy a harcos sírja, amit nem tudom, hogy miért egybeírnak egyébként, tehát falnak megyek, de ezt még nem tanultuk, hogy ez miért van. Ennek a testvére a Sankari Tarina, ami meg a harcos meséje, ami egy ilyen, szintén egy ilyen merengős, hosszú, epikus alkotás, nagyon fantasztikus. Fejes kedvenc dal a Külön Pesse, ami meg valami a falu szérén, vagy a falutól távol. Hát valami ilyesmi a sztori. Egy falu messzeségben, bocs, valami ilyesmi. Hát valami ilyesmi a sztori, hogy mennek fosztogatni, meg igen, ilyesmi. Az két kisfiúról szól, akik az Ukkó viharistennek a fiai, bár nem tudom, hogy átvitt értelemben, vagy szó szerint, és akkor igen, ők ilyen nagy tetteket visznek véghez, de igazából mindegyik dal kiemelhető, mert a Hiden Pelto, meg az Aurinkoyaku is elég jó, és már itt elkezdődik a Hiden Pelto, valaminek ilyen részét képezi a Hepeen Hiliaiset Vedet, ahogy úgy szerkeztik meg a dalokat, hogy van egy rövidebb dal, amit így beleékelnek egy hosszabb dalba, és ez később ilyen, vagy hozzácsapják, és ez később ilyen szerkesztői elv lesz, és hát majdnem minden lemezen van ilyen, hogy including, és akkor abban benne van egy másik dal is, ez már itt elkezdődött a hát Voimasztán. Lesz egy csúcsa, de azt mondod. Hát, igen, tehát mindent lehet túlpörgetni, és a borító is egyébként tök jó, tehát ez egyébként ilyen, szerintem egyrészt tök finnes is, ha megnézed az ismert Kalevala ábrázolásokat, annak a
főleg az ember alakok, akkor annak a jellemzőit én nekem visszaadja, de egyben... Ez a helyi Pannonia filmstúdió? Hát elképzelhető, de egyben ilyen vikinges érzése is van, bár lehet, hogy ez azért van, mert hogy északi nép, és igaz, hogy az egyik az uráli, a másik az megindó európai, de attól még én nekem ez mind a kettő benne van. De nekem emlékszem, hogy én ezzel az albummal ismertem meg a Munsorót, és amikor én megismertem a Munsorót, akkor én nekem ez az album is eleve lenyűgözött. És sajnos semmit nem hallottunk róla még élőben, ezt szerintem kollektíven is mondhatom, és hát remélem, hogy ez egyik Sanka, vagy akár a külön persze dallal ez meg fog változni nyáron. Hányadik ez neked? Hányadik ez nekem? Ezt is akartam mondani. Ez nekem, hát a harmadik helyig szorult le. Nehéz. Lehet, hogy mehetett volna még akár a második helyre is, de hát valahogy be kell őket osztani. Neked? Fú, hát én nagyon ilyen sablonos leszek, de... Nekem az első. Ez ilyen nagyon de áll. Ezt egyébként ezt megtippeltem. A másik tippem még a Sudden Uni lett volna, de igen. Én ezt tippeltem volna, hogy neked ez lesz az első. Legalább egy 20 másodperces gondolkodást igényelt. Egyébként, hogyha mondjuk 2 vagy 3 évvel ezelőtt kérdezed, akkor én is ezt mondtam volna. Lehet, hogy itt ott van elásva a kutya, hogy én jobban ismerem az életművet. Meg lehet. Bár... hogy mondjam, tehát, hogy nem is ugyanazokat szeretjük, szóval azért nem biztos, hogy ezen múlik, de érted. Hát, egyébként ennek van valóban a legjobb borítója. Ezért is a legjobb. Na jó, nem. Egyébként maga a borító azt szerintem kicsit... Sokat hozzátesz, az biztos. Kicsit haj az maga az egész stílusa a logóra, amit tök jó, hogy ezt így csinálták, hogy így csomó egyítes elköveti azt a hibát, hogy így a logó az csak úgy rá van sütve, az csá. Holott itt meg igazából lehetne tök szép kompozíciókat alkotni a logót bevonva. Hát igen, ez az album majdhogy nem tökéletes. Nekem nagy kedvencem a Tűven és a Sankira uta így egybe, szigorúan egybe, itt ezt jobban egybe rakhatták volna. Tehát nem tudom, egyébként, hogyha a másiknál úgy két dal össze van rakva, vagy nem tudom, két dal van összerakva, de mindegy, hogy így tételek vannak benne, hogy miért nem lehetett volna azt így egybe rakni, na mindegy. Igazából ez részletkérdés. De élőben egybe szokták játszani. Igen, meg az... Ja igen, ez a másik, hogy egyébként szokták játszani a Sankira utát és a Sankira... A Sankari Tarinát és a Sankari Hautát is. Jó. Sokáig gyakoroltam. Na, és a Sankari Hauta. Jó volt? Igen. Sokáig gyakoroltam, míg ment, tehát azért nem szégyen. A finn kiejtés az, hogy mondjam, tehát betűzve könnyű, mert azt olvassuk ki, amit leírunk, de annyira fura, tele van KRTP betűkkel, és tele van magánhangzókkal, és igazi nyelvtörő. Egyébként torony magasan nálam a Best of Munsoró szám az valóban a külön persze. Azt követően jön a második Sankira, Sankari Hauta, bocs. Sanka 1, Sanka 2, így egyszerű. Ja, és egyébként, hogy mit szeretnék erről az albumról, nyilván a külön perszet. Egyébként szokták játszani az első Sankát, meg a másodikat is, de ezt már mondtam. Nagyon sok minden nem tudok erről az albumról mondani. Akkor én még elmondom, én a Tüven Sankari Hauta duót szeretném élőben. A külön persze is jó, de szerintem a két Sanka az jobb. Igen. Én ennyi bölcsességet tudtam hozzáfűzni, ez a legtökéletesebb Munsoró album a számomra. Egyébként kb. Szerintem itt járatják csúcsra, tehát itt van kb. Így fele-fele arányba a Folk Black talán. Egyébként ezzel egyetértek. Mondjuk. És talán ez... egyébként nem ez a legfogyaszthatóbb, az a harmadik lesz. Szerintem a Sudden Uni is fogyaszthatóbb, mint ez. De ez a három fogyasztható közül, igazán fogyasztható közül az egyik. Folkos sorrendbe kéne rakni, akkor Kiven Kantai a legfolkosabb, aztán a Sudden Uni. És utána ez. Igen. Egyébként én meg azt elmondanám, hogy szerintem ez egy nagyon jó elegy, és valahol sajnálom, hogy ugyanilyet, vagy nagyon hasonlót ehhez soha nem csináltak, mert ugye a Sudden Uni az még valamilyen szinten ilyen kiforratlan a saját stílusukat tekintve. A Kiven Kantai az nagyon folkos, a többiek meg már folk blackesek nagyon. És inkább blackes, mint fog. Vagy inkább blackes, és akkor ebből az elegyből egyébként én a Metal Pantheonjában még szívesen hallottam volna. Tehát a korai Enciferumban vannak olyanok, amik hajaznak valamilyen szinten erre a lemezre, de ugyanilyet, vagy ehhez kellően hasonlót soha senki nem csinált egyébként, pedig ilyenből szerintem lehetne még. Mert most, ez tényleg annyira egyébként... össze van rakva, hogy mert olyan van, mint a Veriszeket, De olyan, mint ez, olyan, meg olyan is van, mint a Sudden Uni, de olyan, mint ez, olyan nem nagyon van szerintem. Tényleg annyira egyedi ilyen atmoszférája, nem is atmoszférának mondanám, ezt ilyen zeneiségnek. Tehát... Még ami talán hasonlít valamennyire, az a Kivi Metzen druidi, hogyha kivesszük a női éneket. De az meg gyorsabb, ja. Nem ennyire középtempós.
Na mindegy, szóval nálam ez a Best of Munsoro album. Egyébként én még talán belépőnek is javasolnám, de azt inkább a Kiven Kantaiát mondanám, de... Nekem ez volt a belépő egyébként, és ez is működik, de én is a Kiven Kantaiát mondanám inkább. Jó, na akkor szerintem menjünk tovább. Igen, menjünk tovább. Vissza is jöttünk, 2003-ban jelent meg a zenekar következő nagy lemeze, a Kiven Kantaiá, ami azt jelenti, hogy kőhordó, kővivő. Egyébként a kivi alapból a szó alak, az egyébként uráli szó, tehát ugye a kő meg a kivi az ugyanazzal az eredet. Nem biztos, hogy kivi pont a szótári alak, de valami hasonló, ahogy finnül van a kő, szóval az uráli szó. Csak hogy egy kicsi szabad bölcsészet is legyen. Amúgy a magyar kőnek ez van bármi köze? Ezt mondom, hogy uráli közös szó. Igen, elnézést, mondom. A közös szó az úgy lemaradt, csak azt, hogy azt hiszem azt magyarázott, hogy ez uráli eredetű. Igen. De most a magyarban nem kő, muszáj, hogy... De a magyar kő is uráli eredetű, és igen. Tehát, hogy ez úgy közös eredetű szó. Hát nekem a nagyon minimális nyelvészeti ismeretem az, hogy minél egyszerű, vagy ahogy mondjam, minél inkább a hétköznapi igen, élethez közeli igen. Szóról van szó, annál ősibb. Általában azért szokt az egyik érve a finn-magyar rokonság, mert hogy a legősibb szavak, mint apa, anya, meg a szemnőknek a nyelvtani képzése az rohadtul hasonlít, sőt, máshol nem nagyon van ilyen, mint igen, itt. A Pakana vedet, ami a szudinónim van, abból a vedet, az van a vize, vagy valami, a víznek valami ragozott alakja, és egyébként a víz az úgy van, hogy veszi az víz. Finnül. Amúgy lehet, hogy kezdjük átvedni a nyelvórába. Igen, most már ezt, jó, én szerelmes vagyok a finn nyelve, igyekszem visszafogni magamat. Kiven Kantaiá, ennek a borító egyébként a maga módján érdekes, bár szerintem egy kicsit nehezen értelmezhető ezzel a kővel, ami ott áll a hóban. Egy nagyon jó hangulatot áraszt, de tudjátok, vannak azok az, egyrészt én alapból nem szeretem, amikor nincsen rajta a zenekar logója, meg a címe alapból, bár szerintem ott a rúnák azok lennének, de azokat meg nem tudom elolvasni, tehát hogy ez nem előny, vagy nem erény. Én ezt soha nem értettem, hiába jó a kompozíció. Tehát soha nem értettem azt, amikor a borítón nincsen rajta a zenekarnak a neve olvashatóan, vagy fölismerhetően, meg a lemeznek a címe olvashatóan per fölismerhetően. És nekem ez egy ilyen érdekes ellentmondás, mert amúgy megtökre tetszik a kompozíció, valószínűleg így akarták, és valószínűleg a rúnák ezt írják le. Egyébként a Munsorónak van egy ilyen arszpoétikája, hogy minden, ami ilyen, nem tudom, nem is az emészhetőség, de minden, ami ilyen, nem tudom, így a mainstream egy kicsit szembe megy, akkor ezt ők csinálják. Tehát ugye a rövid, fogyasztható albumok kellendőek, meg azt szeretik a népet csinálni, kurva hosszút. Igen, mert ők nem akarnak szándékosan fogyaszthatót csinálni. Igen, tehát hogy szerintem ez neki kicsit imponált is. Egyébként, hogyha leszeded róla a mintát, akkor még elmehetne a kékesben az ilyen 1014-et jelölő kőnek is. Hát akár elmehetne, igen. Igen, de akkor beszéljünk a fölállásról csak nagyon gyorsan. Igazából nem csak, hogy itt, hanem a Munsoro egész élettörténetében nincsen abban az értelemben változás, ezt talán mondtam is már, hogy ki soha nem lép senki, csak háttérbe húzódik legfeljebb, ugye Henry Sorvali, és akkor még jönni fog majd később még egy tag, de soha senki nem lép ki. Mitja Harvey Lachty a gitáros, itt Henry Sorvali a másik, Lord Eurén, igen, ahogy mondtam, hogy itt már ő is szintizik a lemezem, Ville Sorvali, meg Marco Tarvonen dobol, Ville Sorvali meg nyilván basszerozik, énekkel károg. Úgyhogy igazából innentől kezdve nem változik a felállás, csak plusz egy gitárosunk lesz majd. És akkor a dalokról, meg úgy általában a lemezről, hát ez a legfolkosabb, ahogy már azt előre vetítettük többször, a legfolkosabb nem a legfolkosabb folk metal lemez, hanem a legfolkosabb Munsoro lemez, és hát egy eléggé felső polcos alkotás. Ami szerintem rohadt erős ebben a lemezben, azok a kórusok. Soha egyik másik lemezen sem írtak ennyire nagyon jó ilyen több szólamú, gyönyörű kórusokat, mint ezen a lemezen.
a Reunioilában, az első dalban, ami azt jelenti, hogy a romok között, abban is nagyon jó a kórus, de szerintem ami elviszi a hátán az egészet, az a Jumalten Kaupunki, amiben szintén van ilyen, ilyen beleoktroyált másik dal, a Tuhat Huotinen Perintö, ugye a Istenek Városa az egyik tétel, és a Ezer Évnyi Örökség a másik, hát a Tuhat Huotinen Perintö, az most nem mondom, hogy felejthető, de hogy elfért volna még egy-két refrén a Jumalten Kaupunkiból, mert olyan nem annyira lezártnak érzem azt a dalt, de nekem egyébként az a kedvenc, hát vagy az olyan Rauni Oila erről a lemezről, de az Unoktuksen Lapsi, a Kiven Kantaja, a Túlen Tüter is fantasztikusak, ezek is jó dalok, a Kiven Kantaját ezt gyakran játsszák is, szerintem az nem az a legjobb dal erről a lemezről, hanem inkább a Jumalten Kaupunki, de ez legyen az én bajom, és akkor még külön kiemelném a Matkál Lopusszát az Út végén című dalt, amiben igazából csak szinti van, meg egy nő énekel benne, de valami annyira földön túli gyönyörűséget, és a sírós gyönyörű népzene rettentesen sokat jelent ez a dal, és rengetegszer hallgattam már, azt is megmerném kockáztatni, hogy hát hogyha, hogy mondjam, most nem mondom, hogy ez a kedvenc munszoródalom, mert igazából ez nem egy reprezentatív munszoródal, de ez a Matkál Lopusszá, ez olyan nekem kicsit, mint a Summoning-tól a Where Hope and Daylight Die, hogy igazából mondhatjuk azt is, hogy ez egyik sem nem munszorú és nem Summoning dalok, hanem csak úgy a tagok csináltak egy random dalt, ami úgy semmilyen módon nem kötődik a zenekarhoz, csak rajta van a lemezen, mert hogy színesíti, de valami csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni, szerelmes vagyok abba a dalba, gyönyörű, szép, fantasztikus, nagyon-nagyon szép. Hát lehet, hogy úgy csinálták, mint a Summoning, hogy nézzük meg, milyen, hogyha a női vokál van benne, lehet. Ilyen ok. Lehet, de egyébként az szokott lenni outro egyébként a koncerteken, tehát hogy felvételről. Ahogy mondtam, hogy nem használnak szemplereket, de ez végül is nem szempler, hanem felvételről lemegy valami. Jó, egyébként a Reunioilla is egy fantasztikus, ilyen hosszú, merengős, gyönyörű dal. Igazából nálam ez a lemez az első helyen van, szerintem ez a legjobb munszoró lemez, és az első hangjától az utolsóig fantasztikus, és ilyen jót szerintem azóta sem tudtak írni. Hát nekem ez a véleményem a Voimasta Yakuni Astarról, de ez is egy nagyon jó album, igazából sok másik előadónál elmondtuk már, hogy nincs rossz XY album, de a muszorodál ez így, nem tudom, aláhúzandó, tehát Ctrl-B. Hát nálam egyébként ez a harmadik, és sokkal több bölcsességet nem tudok hozzádobni, mint amit te mondtál, nekem annyi, hogy az albumról a kedvencem az a Kiven Kantaja, tudom, nagyon snassz meg minden, de bassza meg, nekem azt tetszik a legjobban. Te milyen dalt várnál az a koncertem? Hát mivel a Matkál Lopusszát nem lehet élőben kérni, egyébként azt tökre megnézném, hogy valaki elszintizi a Monsoróból, és mondjuk a Elvejtinek az énekesnője, a Fabien Erni, ő elénekelhetné, szerintem ő el tudná énekelni, de azért mindent nem lehet, úgyhogy akkor legyen a Jumalten Kaupunki, mert a Reunioilla az nagyon hosszú. Jumalten Kaupunki, hogy nincsen benne a Tuhat Huotinen Perintö, mert a videóklip is olyan egyébként, ugye a Jumalten Kaupunkinak van videóklipje. Sok dolog nem történik benne, egyébként a zenekar játszik, meg ott az erdőben rohangálnak, de abban nincsen benne ez a másik dal, és akkor úgy 7 perc, mondjuk úgy jöhetne a rockmaratonra. Egyébként nem tudom, mennyire figyeltétek, hogy itt már 53,5 percnél járunk, és még van följebb. Igen, ezt akartam mondani, hogy hosszabbodnak a lemezek. Igen, mint a téli éjszakák. Szerintem akkor menjünk is tovább, nálam ez a harmadik, nálad meg az első. Így van, menjünk tovább.
Vissza is jöttünk a Verisse 2 lemezével a Monstro-nak, ez a negyedik lemezük, és 2005-ben jelent meg, és hát ennek a hossza már nem kevesebb, mint 70 perc. Ez 1 óra és 10 perc. Úgyhogy 1 óra 10 perc, úgyhogy itt már 10 és fél, de tök mindegy. Itt már megtörtént az a bizonyos említett stílusváltás. Egyébként nem tudom, hogy ez azért van, mert ők is úgy érezték, hogy a Kiven Kantájával elmentek a falig, egyébként elmentek, és akkor egy másik irányvonalat akartak maguknak találni. Visszapattantak onnan. Vagy pedig csak simán ez jött a Sorvaliból, hogy akkor most ilyen lemezt kell írni, de minden esetre a vér énekek, vagy vér, ez a verze, ez a dal, ami magyarul is verze, tehát hogy a dalnak az a része, ami nem a refrén. Igen, tehát mi a szarnak szokták azt mondani, ilyen nem rigmus, hanem mindegy. Szerintem a vér énekek az jó lesz magyarul, igen. Tehát nagyjából ezt jelenti egyébként magyarul. Egyébként lehet, hogy érdekes lenne összevetni, hogy ezzel párhuzamosan milyen fintról albumok jöttek ki, mert lehet, hogy a zeneírásban... 2004 és a Not Fudd. Hát már az is eléggé elment, és ilyen... És 2007-es a következő, az a Corpens Saga. Igen, akkor ott is volt ilyen menjünk bele a black metalba, mert igen, a... ott is nagy, hát igen. Pontosan ugyanekkor történt lényegében. Akkor nincs az, hogy egyikbe azt sem, egyikbe azt, hanem ez jött a csókával. 2004 tájéken történt valami Sorvalival, és akkor a black metal felé sok lett a mésőr. Ki tudja. Minden esetre, amikor először ezzel a lemezzel barátkoztam, akkor nagyon be tudott találni, mert hogy én akkoriban kezdtem magamat ásni a black metalba, és hát ez már eléggé black metalos. Az egy jó kapu. Sőt, szerintem igazából... Ez a key to the gate. Még azt is megpedzegetném, hogy ez a legblack metalosabb Monstro lemez, de azért ebben nem lennék ennyire biztos. Ami biztos az az, hogy nekem a black metalban az ilyen dalok voltak a nagyon nagy kedvenceim a korai időkben, és egyébként mind a mai napig ez egy nagyon fontos ágazat nekem. Az atmoszférik black metalat nem beszélünk, arról nem beszélünk most, mert amúgy azzal kezdtem, de a tradicionálisabb vonal. Például az Emperortól az I Am The Black Wizards, a Satyricontól a Mother North, szóval ilyen dalokat tudnék kiemelni, amilyen gyors, van benne blast beat, vagy csak gyors dob, és tremoló pickinges riffeket tolnak sokáig. És ez volt a nagy szerelmem, és ezen a lemezen ilyen bizony van, mert hogy az első dalban, a Karhun Künsziben, ami medve karmot jelent, ott van egy ilyen, amit mondott is fejes, hogy ezek a katarktikus felépítései egy dalnak, ez innentől kezdve az egész hátralévő lemezekre igaz lesz, hogy 8 percig építkezik a dal, aztán elkezdenek darálni, mint az állat, és akkor jönnek a tremoló pickingek, blast beat, stb. A Jotunheimben, ami szintén egy nagyon kiemelendő dal a lemezről, a maga 19,5 percével, annak a közepén is van egy ilyen kis darálmány. Csak szerintem egyébként... oda hozzácsaptak ilyen 5 perces levezetőt. Azért igen, van. És de ott van... Tehát az is ilyen 14 körül lett. Ilyen hosszabb epikus részek is vannak benne, és akkor a Haska meg a Pimea, azok is hasonló, hogy mondjam, filozófia mentén vannak fölépítve. Egyébként azok is jó dalok, de én nekem a szívemhez nem állnak annyira közel, bár a Pimea-t azt egyébként 2018-ban játszották, a Sötétséget. A Jotunheim az Jotunheim, azt sejtitek, hogy Jötunheimet jelent. A Kaikut, a levezető dalt, ami visszhangot jelent, én azt a végére amúgy lehet, hogy levettem volna, akkor csak kb. Egy órás lett volna a lemez, az nem a legfontosabb dolog itt a végére, de az album egyébként összességében eléggé szolid és erős, és elég nehezen emészthető. Megvan benne ez a katarktikus súlypontozás, és alapvetően jó dalok vannak rajta. Nekem ez a negyedik helyen van, de volt olyan idő egyébként, amikor nekem ez volt a kedvenc Monstro lemezem. De most a negyedik helyen van pillanatnyilag, és ez egy nagyon-nagyon szolid Monstro lemez. Van egy közös pontunk. Ez a negyedik helyen van. Így van, nekem is a negyedik. Egyébként a Pime és a Karhun Künsi nekem a kedvencem erről. Tudom, hogy neked nagy szívszerelmed a Jotunheim, de nekem az a 5 percnyi faszrázás a végén, az nem hiányzik. És hát a madárcsi csergés, meg a tűzropogás. De pont ez a jó ebbe a lemezbe, hogy tele van ilyen ambient részekkel. Ezt akartam akkor... mondani pont, hogy egyébként ez az első olyan lemez, amit így elkezdtek pakolgatni ilyen kis ambient cuccokkal. Igen, tehát hogy egyébként lehet, hogy az emészthetőségének egyrészt, tehát ez is, emiatt is így kevésbé emészthető, de hogy ezt itt kezdték el. Hát én nem mondanám, hogy ez a legblackesebb, mert ez emlékeim szerint ez a következő lesz, vagy az azt követő, ami... Hát vagy nem tudom, mert... Jó, mindegy, arra majd ott beszélünk. Nem ez a legblackesebb, de ez blackes nagyon.
Igen. Hát szerintem itt kezdtek el menni abba az irányba, ami jó, akkor spoilerezünk, szerintem a Heavy Tattoo-ben érik el azt a csúcspontot, plusz az a Tulimirsky EP-vel, attól az első dalávat. Ezt egyébként ezt amúgy, amikor hallgattam is, így írtam is Kristófnak, hogy nekem ez a három, ez így nagyon egybe van. És nem csak azért, mert hogy giga hosszú dalak vannak rajta, hanem szerintem itt nagyjából ugyanaz volt a zenei koncepció mindegyik mögött. Ez a fajta ilyen ambientes, nehezen emészthető, ilyen egyre kevésbé folkos, de egyre inkább blackes, és egyébként szerintem a Tulimirskyben van például leginkább a búzumos szájíze az egész albumnak, ezt már korábban is mondtam, hogy az egész EP-nek, és ezt itt kezdik el, és ez szerintem még emészthetőbb, mint a későbbiek. A későbbiekben ott egyébként ez a daloknak a felépítésében is fog látszani, mert itt még dalok vannak, tehát az, hogyha ráraksz egy albumra két 30 perces valamit, azt nem tudom, daloknak, de azok jó, tételek. Ezt majd megbeszéljük a következőnél. Csak azért mondom, hogy nehéz ezt a hármat nekem szétszedni, és nem csak azért, mert hogy nagyon hasonlóak, hanem na mindegy, ezt szerintem majd a következőnél. Igazából innentől kezdve már általános igazság lesz a Monszoróra, hogy az átlagos játék ideje a daloknak az kb. 15 perc. Egyébként itt majdnem pont. Igen. Tehát itt kicsivel kevesebb. Hát jöttünk, hogy felhúzza a Kaiku meg le. Igen, tehát itt mondjuk 13 az átlagos játékidőit kb. Szóval ilyen négyórás dalok vannak. Egyébként ez viccesen mondta is azon a 18-as koncerten a Villeszor Valley, hogy hát úgyis tudjátok, hogy nálunk 15 percesek a dalok, nem? Tehát, hogy de hát igaza van egyébként. Na és mi az a dal, amit innen várná? Mi az a dal, amit innen várnék? Hát most mondanám, hogy a Jotunheim, de az a sok ambient részt, azt hát ezt meg lehetett fosztani, de nem játszanák be szemplerről, szóval rövidebb lenne. De legyen a Kárhunkünszi. Abba azt a darálós részt, azt hallanám élőbe szívesen, azt szerintem jót tenne egy koncertnek. Legyen a Kárhunkünszi. Nekem is az vagy a Pimé, bármelyik jó. Én a Pimé értéken már hallottuk élőben, de az jó is volt anno. Igen. No, mehetünk tovább? Menjünk is tovább, igen. Vissza is tértünk a Monszoró 5. lemezével, a Heavy Tattoo-vel, de mielőtt erről beszélnénk, itt a kettő között azért történtek dolgok, mégpedig az, hogy amikor megjelent a Verisekét, akkor azt mondta a zenekar, hogy akkor ők most hagyni fogják ezt a stílust, és akkor Death Grindot fognak helyette játszani, és ezt sokan azt hitték, hogy ez poén, de nem, mert megcsinálták a Lakupavi nevű zenekart, ami valami olyasmit jelent, hogy a jogpápája, ez tuti, hogy valami finn szójáték. Hát, hogyha megnézitek a borítóját az albumnak, hát igen, tehát, hogy ez Hitlernek a fejére oda van montázsolva, hát, Krisztus, vagy Jézus Krisztus. Egyrészt, másrészt itt van egy ilyen SS legény, akinek a fején egy fekete csáó van, és ennek a fején egy ilyen pápos süveg, szóval, vagy pápos süveg. Nem nagyon, tehát egy, az albumnak ez a cím, hogy Rá, Blé, hát a tippelnem kéne ez a bla-bla-bla, vagy mit jelent ez? Hát, vagy ilyen rá-rá-blá. Ja, tényleg. Ilyen klákogós, bugyorgós, extrém vokál. Az album valami 20-valahány perces, vagy 30 perces, van rajta 23 szám, tehát tipikus death grind. És hát fejest meg kérem, hogy idézzem pár dal, a teljes igénye nélkül dal címet. Hát nem finnül fogom felolvasni, mert a Metalumnak hálóit vannak angolul, tehát van a Homo Jesus például, vagy a Jew Question kérdője. Tehát ezek az eredetileg finn daloknak az angol fordításainak a címei. Igen, vagy fucking heavy, fucking karaoke, fucking faggots, vagy a fucking Germans, you are up to nothing, van itt egy pár jó dolog. Itt volt még valami nagyon faszántos.
Egyébként ennek az albumnak kapcsán így fel is jött az a vád, hogy ők antiszemiták lennének, vagy nácik, de... Egyébként nem csak ez, ezt is akarom mondani. Tehát nem csak egyrészt ez miatt, másrészt a 2000, nem tudom, hanyas Pagan Fest kapcsán is. Németországban az Antifa, ami, hogy mondjam, tehát hogy a fasisztákat nem tudja megfogni, csak azokat, akiket annak tartanak, de amúgy nem azok, szóval... Tudod, olyan, mint a magyar rendőrség, hogy azt a akiket el kéne kapni, azokat nem kapják el, de téged basztatnak az utcán. Na mindegy. Hát... A lényeg az, hogy őket ez miatt többször is megvádolták, de ez az album egyébként, ez egy, hogy mondjam, ilyen nagyon fekete humor akar lenni az egész, legalábbis én úgy gondolom. Meg hát a Munszorú mindig ez bizonyította, hogy ők hát nagyon nem fasiszták, úgyhogy mindenkit megnyugtatok, nem. Illetve aki azt akarta, hogy azok legyenek, azokat nem, de hogy aki a többieket megnyugtatom, hogy nem, a Munszorú az nem fasiszta, meg nem ilyesmi, úgyhogy ettől nem kell félni. A Munszorúval minden rendben van politikailag, politikailag korrekt. Hát meg ez is milyen outro, hogy masztás. Hát igen, de a Pagan Fest kapcsán is az volt, hogy mit tudom én, a Munszorúnak a logójában az S betű az olyan, mint az SS-nek a S betűje. Egyébként tényleg hasonlít, bár a Kissnek a logójában is hasonlít. De azért, mert a kibaszott SS az a rúnából vette az S-betűt. Igen, és ez is a rúnából származik, vagy a Tyrnek a logójában is van olyan, ami mit tudom én, milyen náci szimbólumra hasonlít, és akkor ezt így kitalálták, meg a Skyforger-nek a régi logójában benne volt az úgynevezett, azok lettek, ugye? Azok lettek. Igen. Benne volt az úgynevezett lett viharkereszt, amit úgy kell elképzelni, mint a horogkereszt, csak még a horgok azok még fordulnak kettőt pluszba befelé a belső irányba, és akkor mindenki hisztizett ez miatt, és akkor oké, jó, akkor legyen csak sima ilyen kereszt, vagy nem tudom mi van, ilyen egyszerűbb szimbólum van most már benne, és akkor tessék. Hát nem tudom, tehát hogy úgy gondolom, hogy mondjam, lehet asszociálni rá, de hogy szemben láthatóan nem ugyanaz, szóval... Itt most lesz egy ilyen kis nagyon mini politikai kitérő, de általában azok rinyálnak a legjobban, akiknek úgymond a történelmükből legtöbb takargatni való van. Tehát amikor az USA, ami egy rabszolgatartó ország volt, ez mindenkit elkezd kioktatni maga körül, hogy itt a rasszista, mert egyébként volt ilyen hülyeség is, hogy a negró az egy rasszista cukorka, meg ilyen baromságok. Ugyanez van a németeknél is. Hát annak a logóján ugye egy fekete ember akasztja föl magát egyébként. A vád szerint. 50 cent szerint. Igen, és akkor hát érted, gyerekek, hát be lehet menni a... Bármelyik magyar boltba árulnak, és megbírod nézni, hát rohadtul nem akasztás van azon a kis piktogramban, amivel a negrót, ami a negrós csomagon rajta van. Igen, és egy finom cukorka egyébként. De akkor vegyél mézes negrót, mert az egyébként sárga színű. Igen, a németeknek meg ugye ez a náci múltja, és akkor hát igazából nem nagyon sikerül megbirkózni vele, ezért mindenkit basztatunk, aki egyébként nem volt náci, és semmi köze nincs hozzá, csak hát nálunk azt a szimbólumot valaki benyúlta, és egy fasságra használt, ezért basztassuk azokat, akiknek nincs hozzá köze. Igen, és anno... És a saját kultúrájuk része egyébként. Így van, és akkor anno a... Vagy a Henry Sorvali, vagy a Ville Sorvali, meg a Harry Johansen a Tyrből, ők adtak ki egy közös videót, amiben elmondták, hogy nem vagyunk nácik, stb. Mit tudom én. Nyilván, hogy mondjam, mondva csinált probléma, csak nyilván ezt ugye nehezen tudod levakargatni magadról onnantól kezdve, hogyha ezt így besároznak téged, fulli oktalanul. Mit akartam ezzel kapcsolatban még mondani? Hát a másik point. Ja, a másik point, igen. A másik point az meg az, hogy amikor jött, és most mindjárt tényleg beszélni fogunk a Heavy Tattoo-ről, akkor ők mondták, hogy oké, hát ennek az albumnak az a munka címe, hogy homoszika, ami azt jelenti, hogy meleg, vagy hát a csúnyában buzi, malac, finnül, és akkor ugye ha mekkora poén, nyilvánvalóan ez lehet, hogy összefügg a Láku Pávival is, de egyébként végül nem ez lett, és nagyon nem Death Grind lett ez a lemez, mert hogy a Vides Luku Heavy Tattoo, tehát a 5. fejezet, hát itt szétzúzva, vagy így darabokra törve, vagy így megsemmisülve, valami ilyesmit jelent, hogy megsemmisített, mint Funny Vegan év, azt jelenti ez az album cím. Ennek is nagyon jó borítója van egyébként, hogyha így megnéz a hegy, ami mögött így ilyen lángtenger van rajta, egy holló is, vagy valamilyen madár. Szerintem ez is egy tök jó Munszorú borító, olyannyira, hogy nekem ez van a vesztemen egyébként, nem tudom, hogy tudta, de hogy nekem egy ilyen Munszorús felvarró van a Battle vesztemen. Azt hiszem, igen. Igen, ugye vesztendre. Így van, vesztendre. Azám, igen.
És hát ezzel az albummal szintén igazából lehet mondani, hogy elmentek a falig, bár lehet, hogy te tényleg a Tuli Műszköt mondod. Nem, szóval ezt... 55 perc nagyjából a játékidő. 56 és fél. Ja, van rajta egy 30 perces, meg egy 26 perces dal. És ennyi volt, kész. Egy album, két dal, fél órás dalok. Hát valaki, miért ne lehetne? Hogyha valaki buliba odajön hozzá, hogy nagyon ülsz a sarokba, és akkor gyere, kérje valami dalt, akkor valamiket kérdve. Ezt én megtettem. Nem voltam érte népszerű, de tudjátok, ez a... Most nézzük pont újra otthon a Harry Pottereket, és amikor Harry bemegy a Ollivanderhez a pálcájáért, hogy próbálgatják a pálcákat, és akkor leveszi ugye az öreg Ollivander azt annak a pálcának a testvérét, aminek a Voldemort pálcájának a testvérét, ami még ott van nála a boltban, mert még nem adta el. És akkor, hogy végül is miért ne lehetne? És akkor Harry szóval is így képzelem el, hogy hű, ez a két dal egy kicsit hosszú lett, és akkor így végül is miért ne lehetne? De egyébként kicsit csalás, mert az első dal a Yes, te szüntünüt, Várjójen Virtá, az rögtön kettő dalból van összeheggesztve, a Jégből született, és a Árnyékok, hát ilyen, ez a stream, ez a... Áramlata, Árnyékok árama, ezekből van összeheggesztve, de szerintem ez a felejthetőbb a kettőből, ez igazából egy ilyen atmoszferik, epik, kicsit... Nekem ez tetszik jobban. Nem azt mondom, hogy pszichedelikus, inkább azt mondom, hogy ez ilyen nagyon hangulatorientált, nagyon hosszú, 30 perces ömlengés. Egy nagyon jó dal, félreértés ne esély, de nekem a Tulén Ayettumá, azaz a lángokba vezetett vagy taszított. Az, amiatt a tremolós reszelés miatt? Igen, az a közepén lévő. Gondoltam, hogy azért. A közepén lévő. Tehát ott tényleg van egy nagyon erős peak, egy nagyon erős ilyen katarzis, ami igazából az egész albumnak is a katarzis a lévén, hogy ez a második dal a lemezről, és egy hát eléggé egy odaverős tétel ként ölt testet ez a dalocska. Egyébként nálam az album az 5. helyen van, ez is olyan igazából lehetne följebb, csak hát tudjátok, leszorítják az embert, úgyhogy nem tud följebb lenni, de hogyha valaki olyan zenei, egyedi, ilyen tényleg nagyon egyedi szájízű zenei tapasztalatot szeretne, vagy ilyen zenei élményt, akkor egyébként az egész életműből ezt javaslom, mert szerintem ez egy kompozíciójában, és hogy mondjam, hát ilyen nem is ideológiájában nem jut eszembe, hogy mi lenne erre a megfelelő szó. Szóval kompozíciójában ez egy annyira egyedi valami, dicsérték is sokan, és nagyon sokan nagyon szeretik, hogy tényleg egy igazán egyedi zenei alkotás. Már-már a komoly zenei allél az itt így egy kicsit így néha így fölkukkant így a víz alól, vagy így a föld alól így kinéz, vagy valami ilyesmi. Neked mi a az élményed ezzel a igencsak nehezen emészhető albumról? Hát nálam ez az 5. Nálam is. Igazából ez az az album, ami elment a falig, és szerintem az ilyen nagyon ambientes, nagyon ilyen sötét atmoszférájú, nagyon ilyen blackes éle a Mószorónak az itt píkel, tehát itt csúcsosodik ki. Talán azt is mondanám, hogy ez a legnehezebben emészthető anyaguk. Hát nem meglepő módon, igen. Igen, tehát hogy tehát ez egyfajta ilyen pík azért, tehát ilyen csúcs az életműbe. Ezután szerintem egyébként úgy, ez egy hülye szó, hogy lágyulni, nem, tehát emészthetőbb anyagokat adnak ki, talán így lehetne ezt így normálisabban megmondani, vagy így mondani. Nekem egyébként pont az első dal jött be jobban. Ha megölse, tudom megmondani, hogy miért, az valamiért jobban tetszett. Ez volt az album, hogy így... Tehát, amikor írtam Kristófnak, hogy az a bajom ezzel az albumon, hogy én nagyon sokszor úgy hallgatok zenét, hogy valamit közben csinálok, de ez pont olyan, hogy így le kéne ülni, ezt így egy óráig rákoncentrálni. Ezért nem járok komoly zenei koncertekre is, mert faszomnak van ideje egy 4 órás Wagnert nézni színházba, de hogy ez komoly odafigyelést igényel. Tehát ez nagyon nem könnyen emészthető, viszont hogy rászánsz egy órát, akkor hát elég sok liba bőröztetést tud eredményezni. Igazából ennél többet nem tudok elmondani, ez egy nagyon jó album, és az egyik píkje a zenekarnak. Hogyha nagyon szereted az ilyen elmélyülő és black cuccokat, akkor ezt mindenképp ajánljuk neked. És egyébként igen, ennek van talán a második legfaszább borítója. Na most hát szerintem a Volume Aztának egy picit jobb. Igazából úgy mondanám, hogy máshogy jó. Sőt, ez az album is azért szar a Mószorót sorba rakni, mert mindegyik album máshogy jó.
elkezdtük a listázgatást, szóval most már csináljuk, de ezt lehet, hogy itt tényleg jobb lett volna ezek az ilyen, mint minek szoktad mondani, ezt a tírezést. Tírliszt, igen. Igen, mert hogy az inkább, azt hiszem arra szokták mondani, hogy ez abszolút értékben számít. Tehát, mondjuk, hogyha úgy kéne, hogyha nem azt néznénk, hogy ezek most szubjektív listák, akkor ez S-tier egyébként. Tehát a heavy tattoo az S-tier. Én szerintem. Szerintem is. Szerintem még a Kivenkantaja, a Voymaster szerintem már csak A. De, szerintem cseréljad a kettőt is, igen. De személy szerint én úgy gondolom, hogy nekem ez csak az ötödik helyig elég, de hogyha azt nézzük, hogy melyik a jobb, akkor egyébként ez nagyon S, ez nagyon jó. Jó, akkor szerintem ezt meg is diskuráltuk. Igen, és akkor megyünk is tovább, és most egyébként az EP fog következni. De várjál, melyik dalt várnád az? Jaj! Jó, hát figyelj, igazából, hát a Tulen Ajettumát. Jövök az elsőt. Most megpróbálom kimondani, hogy ezt a szintűnüt varjójen virte. Igen. Na, megy ez. Hát a filmben igazából egyetlen egy dolog nehéz a kiejtésben, az E betűk, vagy E betűk, amiben rögtön van kettő, és egyiket se úgy ejtik, mint a magyar megfelelőjét. Úgyhogy nem megyünk most bele, de az a bonyolult rész egyedül a kiejtésben. Na, most EP fog következni. Vissza is tértünk, és a Munsoro egyetlen EP-je, a Tuli Mürszkü, azaz Tűzvihar következik. És miért EP? Mert én hát meg is kérdeztem, hogy jó, az... igen, de most nem ezt mondom először, hanem azt mondom, hogy azért beszélünk róla, mert rohadt hosszú, 68 perces, de akkor miért EP? Igen, mert 68 perc. A Dudás EP. Ádám interjú óta egyébként EP-nek mondom, mert ő mondta, hogy nem érti, hogy miért mondom EP-nek, és igen, igaza van. Szóval azért 68 perc, mert egyetlen egy új dal van rajta. Igaz, hogy az fél órás, de csak egyetlen egy új dal van rajta. Van rajta két feldolgozás, egy Metallica, a For Whom the Bell Tolls, és egy Merciless, a Back to North, meg van kettő demónak a demós dal leporolása. Az egyik az a Taistelu Pohjolasta, azaz a harc Pohjoláért. Ez a Pohjola egyébként ez kalevalás valami. Na, meg az Enciferum is regélt. Nem jutottam még odáig, hogy a kalevalát elolvassam, de a... nem, ez nem az. Ez lehet, hogy valami ország. Ami most eszembe jutna, az egy másik dolog, de mivel nem értek hozzá, azért nem megyek bele. A másik az pedig a Vergelmir. Utóbbi a Metze, a előbbi pedig a Temei Kuinen Talvi demókról van. Meg itt azt hiszem a Vergelmir az össze is rántott igen, két dalt. A Vergelmir az össze van mixelve a demón utána lévő dallal, talán a Pakana Vedet egyel, vagy a Pakana Vedet kettő, az a Suden Unin van. Elivágárral. Akkor azzal. Véletlenül sem azért, mert ide van írva, és felolvastam. De ott van az árójel, vagy Pakana Vedet. Igen? Igen, ott van az árójelben. Tehát, hogy a Pakana Vedet az ilyen alcím, és az a második rész az a Suden Unin van, az első rész az meg a Demon, szóval akkor ez most végül ez is kapott magának egy helyet normális kiadványon, úgymond, de a Taistelu Pohjolász is kicsit át van dolgozva, az alapból három tételes, és akkor itt csak kettő tételt poroltak le és raktak rá, de akkor most a demókkal kezdjük, hogyha már erről pofázunk itt. Egyébként nagyon rövid anekdota, ezek a hogyan vannak számozva a dalok, ezekkel mindig vigyázni kell, mert vannak olyan zenekarok, akik ezeket következetesen csinálják, és akkor mit tudom én, a
mondjuk Enciferum, Old Man 2, Old Man 3. Ennek a csúcsa a Dariada. Igen, a Dariada, ahol a... van egy első rész, ami későbbi, meg van egy semmilyen, ami nincsen számozva. Ami korábbi. Oké, na mindegy. A lényeg az, hogy egyébként ennek egyébként még mindig nem ez a csúcsa, hanem amit az Epica csinált, mert hogy az Epica első nagy lemezén a Phantom Agonin ott van 3 dal, most nem hiszem, hogy melyiknek melyik a cím, az egyik ez a Cry for the Moon, meg a Phantom Agony az az utolsó, hogy az az alcímük, hogy The Embrace That Smoothers, ez a folytogató elés, és a 4-5-6, és akkor első albumon, és akkor hát hol van az 1-2-3, nézzük meg a demót, de azon ugyanazok a dalok vannak, csak ugye azokat átdolgozták a lemezre, és hol van az 1-2-3? Nem tudom. A zeneszerzőnek, a Mark Jensennek az előző zenekarának egy albumán. Wow. Az pedig az After Forever, ahonnan Florian Sen ment a Nightwish-ba. Egyébként, hogyha számozta volna a Manowar, akkor ide is benevezhetett volna arról a jó kis overtune Odinos izében a Gods of War albumról. Ugye ott vannak ilyen kurvosok, ilyen Odin valami dal. Yeah. Jó, azt hagyjuk, mert még agyhúgy követ kapok a végére. Csak jó. Ott is számozva. Hagyjuk a számozást, tehát akkor a két demós dal, szerintem a Tájsztelú Pohjalászta is tök jó, szerintem jobbra megcsinálták, mint a demón, nyilvánvalóan itt már nagyobb zeneszerzői érzék van, de itt kisebb a különbség a demós meg a lemezes színvonal között, viszont a Vergelmirből olyan black metalos süvítést csináltak, ami szerintem annyira nagyon szuper és ennyire black metalos az egész életműben, legalábbis ami stúdió formában jött ki, sehol máshol nincsen, és egy nagyon jó, nagyon nyers, ilyen black metalos hangzású kis dalocskát csináltak belőle. Az eredet is elég fűnyírós volt. De az lehet, hogy a hangzás miatt olyan hányadék, de ez nagyon ott van, és én ezt most eszméltem rá, hogy amúgy ez mennyire tök király a Vergelmir, szóval ezt én ajánlom mindenkinek. Ez még lehet, hogy akár olyannak is tetszik, aki amúgy a folk metalt annyira nem csipázza, annyira blackes. Na jó, azért talán annyira nem, de hogy ez a legblackesebb daluk, ami stúdió formátumban is megjelent szerintem. A két feldolgozásról is mondanék egy pár szót gyorsan. Szerintem a For Whom the Bell Tolls egy alapvetően jó Metallica dal, de nem a legjobbak között van. Viszont az igaz, amit beszéltünk is veled, hogy nagyon jól illik a Monstrónak a stílusához, és nagyon jól megcsinálták a saját műfajukban, és szerintem teljesen kézenfekvő volt, hogy a Metallica életművéből ezt a dalt kell választania a Monstrónak, és meg is tették. Viszont a Back to North, az, hát én meghallgattam az eredetit, de szerintem botrányosan rossz, az egy ilyen svéd death thrash alapvetés, már a 80-as években létezett, ez egy 94-es dalnak, 94-ben jelent meg ez a Back to North dal, a harmadik lemezükön, csak ez az egy dalt hallgattam meg tőlük, az eredeti is 8 perces, a feldolgozás 13, de az eredeti 8 perces, és a death thrash metalos stílusban annyira unalmas 8 percen keresztül lényegében ugyanazt hallgatod, és semmi érdekes nincsen benne, pedig abba is lehet hosszú dalokat írni, lásd Metallica tudott 8 perces dalt írni a Master of Puppets-szal, és az érdekes volt, ez nem, nekem rohadtul érdektelen, szó szerint unalmas volt a dal. Hogy csináltak belőle 13 percet? Hát gondolom elnyújtották, de a Monstrónak ez meg jól áll, és ők ezt jól át tudták venni ezt a dalt, teszem hozzá, szerintem egyik feldolgozás sem annyira erős, mint a saját dalaik, de a Back to North-ból határozottan kihozták a maximumot az eredetihez képest. Egyébként a Harry Sorvány nagyon szereti a Merciless-t, amit nem nagyon értek egyébként, mert ha csak nem tudom, hogy a többi dal milyen, de az szerintem nagyon rossz. De hogyha valaki szereti, akkor írja már meg, hogy ezt milyen füllel kell hallgatni, bár lehet, hogy nem Monstró után kéne nekiállni, hogy azt így hogyan szeressen meg. Na mindegy. És akkor a Tulimürszkü, ami igazából az első a lemezen, hát majdnem fél órás dalocska, és akkor itt most már befejezik az agymenéseket, tehát már több fél órás nem lesz az életműben eddig. A Tűzvihar. Hát én nekem egy kicsit, tudom, hogy más műfaj, de az Insomniumnak a Winter's Gate-jéhez tudnám valamilyen szinten kapcsolódni, mert hogy ilyen akusztikus, tényleg ilyen tiszta folkos részek is vannak benne, aztán jön egy nagyon durva black metalos darálás, tényleg csak ez a második legkeményebb az életműből, tehát csak ez az említett Vergelmir, de amúgy szerintem ez svédül van, mindegy, az az, ami keményebb, amúgy ez a második legkeményebb, szerintem egy
rettenetesen jó, a három fél órás dal közül messze ez a legjobb, és ez egy nagyon-nagyon komplex kompozíció, 9 tételre van azt hiszem fölosztva, érződik is nagyon, hogy nagyon sok a zenei váltás, amúgy a Winter's Gate is föl van osztva több tételre az Insomniumtól, tehát talán azért is hoztam azt példának, és még a borítóról, hát az Báthori Nordland nekem, vagy valami ilyen klasszikabb folk metal zenekar, de összességében ez az EP, ez rohadt erős. Bár én még azt is megpedzegetném egyébként, hogy legalább az egyik feldolgozást, mondjuk a Back to North-t lehagytam volna róla, és akkor még be is lehetett volna faragni 60 perc alá, de ők így döntöttek, és akkor azért lett EP, mert mondom, csak egy új dal van rajta, egyébként hosszúságában persze. Grindcore-nál már egy full album. Ez egy egész életmű a Grindcore-ban. Vagy de... a 68 perc, de a fél óra. Igen. Hát az már 3 album. Szóval, szóval igen. Hát csak a Tuli Mőszköz kitesz önmagában egy Grindcore album hát hosszúságát. Azt mondom, ja, ezt mondod, igen, bocsánat. Jó, mert a dal is az, meg az EP is az, bocs. Az jó, igen. Szerintem nagyon-nagyon jó. Nem akarok többet mondani. Nem raktuk bele a listába, mert ugye nem nagy lemez, de egyébként hát az a baj, hogy a dal nagyon jó, de a feldolgozások lehúzzák, szóval ugye a Heavy Tattoo meg a Very Sacred környékén lenne nekem. Először is a borító, nekem is egyből a Norland ugrott be, vagy valami Falkenbach. Azon kívül a feldolgozások, hát én nem ismerem az eredeti Merciless-t, de én itt inkább a For Whom the Bell Tolls-t emelném ki, ami igazából szerintem, hogyha lett volna még egy 5-ös vagy 10-es ilyen feldolgozás top list, az nekem biztos az elején lett volna. Nagyon igényes és nagyon jó, így kell feldolgozást csinálni dal. Egyébként igen, tehát a Metallicának ez nem egy csúcsdala, viszont tényleg úgy írták meg, hogy mintha így a Munszurónok lett volna így elére borítékó, és dolgozzátok fel, mert sokkal királyabbul meg tudjátok csinálni. Én nagyon szeretem a Metallica eredetiét is, de szerintem a Munszurós az jobb. Tehát ez sokkal jobb. És akkor Tuli Mirsky. Ugye maga az egész EP szerintem, erre mondtam azt, hogy nekem nagyon ilyen korai burzumos, ilyen filozofemes valamire hajaz. És azt szerintem itt nagyon át is jön. És egyébként maga a Tuli Mirsky dal is egy nagyon jó dal, olyan nagyon sok mindent nem tudnék róla mondani, bölcsesen, tehát nagyjából Kristóf már mindent előtt. És igen, a Helgermir is egy kurva jó ilyen blackes darálás. Talán az még inkább ilyen börzsönyös. Hát igazából, hogyha innen választani kéne, én szeretném, hogy egyszer az életbe játszatok egy feldolgozást, ami a For the Whom the Bell Tolls lenne, én azt tökre meghallgatnám élőbe. Én a Tuli Mirskyt választom. Nagyon eredeti. De hogyha azt akarjuk, hogy normális setlistet is lehessen csinálni, akkor én a Vergelmir. Mm. Jó, hát egyébként, ja, az is lehetne, de mindegy, nekem a For the Whom the Bell Tolls a minden nagyon szívem csücsökje. Hát pont azért nem fogom, mert megbeszéltük, hogy ez nem album. De ez nekem úgy valahol a Heavy Tattoo után lenne. Valahol. De amúgy minőségben tényleg a Veriszeket és a Heavy Tattoo között van valahol, de... Ezen a kiadványon vannak szerintem a legnagyobb ugrások minőségben. Uh-huh. Baszeg ezért is EP. Uh-huh. Na mindegy, szerintem menjünk tovább. Menjünk tovább. Vissza is jöttünk a Monsoro 2011-es 6. nagylemezével. Várjajna kuljemme kolejde massa. Ez azt jelenti, hogy árnyakként járjuk a holtak földjét, vagy járunk a holtak földjén, vagy sétálunk a holtak földjén. Na már most ez a másnéven hosszú című lemez.
Ez érdekes kompozíció, és itt már egyébként azban azt elfelejtettem mondani, hogy itt már Henry Sorvali 2007-től kezdve nem koncertezik élőben a zenekarral, és akkor van egy ilyen koncertgitárosuk, aki nem más, mint Janne Pertile, szóval ő a élő gitáros a zenekarnak, Janne Pertile, és őt láthattuk is a 18-as koncerten. Na de akkor a lemezről is beszéljünk egy kicsit. Kicsit érdekes a felépítése, mondjuk a borítót nem annyira értem, azt szerintem a zenekar egy ilyen háttéről, van egy érdekes hangulat, mint hogyha túrázni akarnának menni, és egy utazásról szól az egész, amivel egyébként jó, összességében jól rezonál a cím is, meg a borító is, mert úgy kell elképzelni a lemezt, hogy egy dal egy ilyen kis rövid átkötőnbe, se szöveg nincsen, se semmi, csak egy érződik, hogy egy ember megy valahová, árnyaként járjuk a holtak földjét, szóval valami nagyon negatív ilyen pusztítással, pusztulással, elpusztulással kapcsolatos valami. Utána megint egy dal, megint megy az emberkénk, és egyre rosszabb a sorsa. Az első ilyen, hogy mondjam, ilyen átkötő rész az a Heavy Tettő, ugye az előző albumnak a címe, ami ilyen szétzúzva, vagy összetörő, vagy valami ilyesmit jelent, összetörött, valami ilyesmit jelent. Akkor a Nelke, Veszümüsz, Já, Epetoivo, a éjség, gyengeség, bánat, az a következő, és akkor a holtakért a Kuolejle, bocsánat, az pedig az utolsó ilyen átkötő, ami már tényleg ilyen üvöltés van benne, meg nagyon hallatszik, hogy szenved a lírai én, és ezeket így összefűzik a dalok, amik általában elég hosszúak, itt is negyed órás az átlagos játékidő, de egyébként rendes dalból 4 van. Az összjátékidő így nem olyan hosszú, mert csak 61 perces a lemez, viszont van rajta 4 rendes dal és 3 ilyen átkötő, és szerintem az első 2 rendes dal az kissé felejthető, a Huto meg a Kuoleiden Ma azok, amik jók, és a Kuoleiden Ma a legjobb szerintem, eléggé enciferum, vagy enciferum, most eléggé munszoros, a maga epikusságával és kórusok is vannak benne, de egyébként összességében sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez, most nem azt mondom, hogy gyenge, mert nincs gyenge munszoró album, de ez a leggyengébb munszoró album, és szerintem itt egy relatíve nagy minőségbeli ugrás van a többihez képest, nálam ez a 7., a Sudden Uni volt a 6., és szerintem itt van a legnagyobb ugrás a listámon. Tehát igazából ide még be lehetne rakni 1-2 lemezt, ha még lenne, és akkor ez még lejjebb lenne. Szóval szerintem ez egy, ha lehet ilyet mondani, akkor gyengébb munszoló lemez, már amennyire ezt lehet értelmezni. Engem sohasem és most sem nyűgözött le. Úgy tűnik, hogy ezek a The Land of the Dead a dalok mindig kurva jók, és számolnénk, na mindegy. Egyébként nekem ez a 6., eredetileg a 4. lett volna, de aztán meggondoltam magam. Alapvetően az ilyen nagyon súlyosabb albumok után ez egyfajta, nem is visszafordulásnak mondanám, de szerintem nem tudom, hogy ez mennyire szándékos, de ez sokkal könnyebben emészthető. És ez? Szerintem igen. Ez. A Huotto az mindenképp meg a... Hát a Huotto, a Kuoleiden Ma, azok meg mentik a menthetőt, az biztos. Lehet, hogy nekem az egész kompozícióval, meg a koncepcióval, ami mögötte van, azzal is volt probléma. Nem az emészthetősége van a probléma, hanem kicsit ilyen ötletszegény, vagy nem is tudom, tehát ilyen semmilyen. De szerintem ez emészthetőbb, mint egy Heavy Tettő. Talán emészthetőség szempontjából ugye Very Sackettel van ugye egy szinten, de a Turmilski meg a Heavy Tettő azt szerintem súlyosabb ennél. Ez így nem könnyedebbnek mondanám, de azt hiszem Goethe-je szokták azt mondani, mondjuk ez pont szarv hasonlat lesz, mert már mindjárt látjátok, hogy miért. Hogy ő mondta azt, hogy először egyszerű, de rossz verseket írsz, aztán bonyolult, de rossz verseket, aztán bonyolult, de jó verseket, aztán egyszerű és jó verseket írsz. És itt szerintem nem az egyszerű, de jó, de ahogy mondjam, a bonyolult, de jó után, de még nem az egyszerű, de jónál járunk. Ez azért fals, mondom ez a hasonlat, mert szerintem ezek gyengébbek, mint a bonyolult, de jó versek, tehát, vagy a albumok. De valami ilyesmit érzek ebben, hogy nem feltétlenül akarnak már ilyen félórás, nagyon-nagyon nehezen emészthető raw black cuccokat csinálni, nem. Szerintem próbálják egy kicsit elegyíteni az ilyen könnyedebb, ezt nem folknak mondanám, mert itt szerintem sokkal több az ilyen színfosabb valamit, de annak sem mondanám, mert igazából a szintivel próbálja utánozni a ilyen folk hangszereket, de nekem valamiért van ilyen színfos érzés az egésznek. Szóval, hogy mondjam, tehát ez egy ilyen könnyebben emészhető album, de ilyen Heavy Tettő és Very Sackett keverékében. Tehát annak egy ilyen higított változata. Talán így mondanám.
Na, de ezen kinyögtem a végére. Szóval nem, ez egy hatodik hely, szerintem nem ez a... Nem az életmű legjava krémje. Igen, meg nem is a... Nem akarok ilyen szót használni, hogy legrosszabb, mert a legrosszabb is kurva jó. Tehát nem a leghátsó. Hát szerintem meg de. De ezt kitárgyaltuk. Mit hallgatnál meg róla élőben? Hútó. Én a Qualaidemmát. Egyiket a Hútot hallottuk, mert ezt játszották 2018-ban. Igen, azt vágom, ettől függetlenül azt már az a kedvenc dalomáról. Inkább a Qualaidemmát, szerintem az jobb. De menjünk tovább, jön az utolsó lemez. Sajnos. Miért nem adtok ki még többet? Vissza is tértünk a Monsoro 7. sajnos utolsó albumával, a Jumalten Aikával. Itt Fejes kérdezte a szünetben, hogy tudom-e, hogy ez a véglegesen utolsó, tehát hogy biztosan nem lesz több. Nem tudom, és nagyon remélem, hogy nem ez az utolsó, tehát még lesz. Kicsit ilyen számoling vibe-ja van a dolognak. De hát vagy akár Falkenbachot, meg 2013-as a legutolsó lemez. Jó, de soha nem nyilatkozik semmit. Hát én régen, ilyen fórumokon ott el lehetett én nagyon régi fórumokon, így el lehet én egy csetel emberekkel. Meg ilyen nagyon ritkán, egyébként adott ilyen kurva ritkán interjút, de ilyen, nem tudom, egy kezemen meg tudom számolni, ami három új van körülbelül, hogy mennyit. Igen, szóval nehezen megy. Egyébként a Monsoro aktív, tehát reméljük, hogy még a Szorváinak lesz két Angry Birds soundtrack megírása közben, mert egyébként a Angry Birds forgalmazó cégnél dolgozik, mint zeneszerző, és az alap Angry Birds-ben ott nem írt úgy tudom dalokat, de később igen, hogyha megnézitek a SoundCloud profilját, akkor ott látjátok, hogy ott vannak ilyenek a portfóliójában. No de, Jumalten Aika, az Istenek kora, 2016-ban jelent meg, és hát, hűha, ez az életmű egyik igazán nagy alkotása. A borítója is egyébként tök érdekes, és elég sötét hangulata van a lemeznek. A póló minta is hasonló, ami a turnéval, pontosabban nem is a turnéval, a későbbi koncertekkel járt. Nekem is van ilyen hasonló mintájú pólóm, talán a kedvenc pólóm. Ever, azt 2018-ban vettem. Az alapjátékidő ilyen 67 perc körül van, de van egy bővített kiadás, ami rajta van egy single, ami van még két feldolgozás. És a tematikáját tekintve ezt történetesen tudom, mert ezt elmondta egy videóban Ville Sorvali. Van íve a történetnek, mert a Jumalten Aika, az azt jelenti, hogy az Istenek kora, és azzal kezdődik a sztori. Ez egy ilyen nagyon ősi, ilyen ősi mítikus korba repít bennünket ez a történet. Nem konceptlemez, de hogy van benne tematika. És akkor az utolsó dal az meg az Ihmisen Aika, az emberek kora. És hogy az isteneknek a tiszteletéből, a régi dolgoknak az idejéből, amikor az emberek még máshogy gondolkodtak, még az istenek voltak a fókuszban, abból eljutunk a modern korba, ahol már az emberen van a fókusz, az lesz az emberek kora. És akkor, hogy ezt a történelmi ívet így le lehet írni egy ilyen zenei utazás formájában. Jó, hát a Jumalten Aika és az Ihmisen Aika is nagyon jó dalok. Az Ihmisen Aikának van egy ilyen alcíme, szóval egyszerűen nem két dal van egybe dolgozva, nem csak simán ez így működik. Viszont amik kiemelendően jók, az a második és negyedik tétel, tehát a páros számú tételek. A Rutto Lehto, Pejvettömen Pejven Kansa, azaz a Plague Grove, ez ilyen pestis, mi a grove, az ilyen, ez a kis liget-szerű valami, illetve a Naptalan napok népe, az fogalmam sincs, hogy micsoda. A másik az meg a Mimis Brunn, a Mimir kútja, az egyébként igen, az valóban germán mitológiai elem. Én ezt a kettőt emelném ki, nagyon komplex, nagyon összetett alkotás az egész lemez, nagyon-nagyon jó megoldások vannak rajta, szerintem ez egy bombasztikusan jó lemez, második helyen is van az én kis listácskámon. Az elmúlt időszakban is rengeteget hallgattam, három dalt is láttunk róla élőben, a Mimis Brunnt, a Studentuntit,
meg azt hiszem, hogy Umáltan, Ájkát a harmadikban nem vagyok biztos. Mit hallanék róla szívesen? Bármit, de mondjuk vagy a Ruchtól Ecto, vagy a Mimis Brun legyen. A Sudden Tunti aztán kifejezetten felejthető, a Farkas Sugárja pedig amúgy videóklipje is van. Nyilván azért, mert az egy rövidebb dal, szerintem egy kevésbé jó dal, de az album eleje meg vége a Scarpótól, és nem rossz dal a Sudden Tunti sem, csak nem annyira jó, mint az előtte meg utána lévő dalok. Csak szuperlatívuszokban tudnék beszélni erről a lemezről, nem akarok. Viszont, hogy egy kicsit letörjem a szarvát ennek a lemeznek, elmondom, hogy a rajta lévő két feldolgozás az, hát, a Rotting Christ feldolgozás az még jó, a Non-Serviam, a Rotting Christ Non-Serviam című lemezéről. Bár egy kicsit, hogy mondjam, nem rossz a Munszorú száj ízével ez, csak nem vagyok benne biztos, hogy ez pont az a dal, ami a Munszorú száj ízének való, de egy korrekt módon megcsinált feldolgozás, ami szerintem összességében egy kicsikét felejthető. Na de a Soul lesz. Hát, szerintem már a Munszorú verzió is eléggé bántó, de az eredeti, hát az egy ilyen svéd death metal alapvetés, az a Grave. Meghallgattam a Soul lesz, de bár ne tettem volna, szerintem bűn rossz. Ez kifejezetten bántóan rossz. Ilyen lassú death metal rossz. Nagyon rossz. Nagyon rossz. Nagyon rossz. A feldolgozás az egy fokkal jobb, de nagyon, az meg felejthető. Nem tudom, hogy melyik a rosszabb. Az, hogy konkrétan rossz, vagy az, hogy felejthető. De ezt a két feldolgozás összességében nem kellett volna megcsinálni. A Jumáltan Aika az úgy jó, ahogy van, és úgy szép, ahogy van. És nagyon jó lemez. Nos, hát először is ez a Studentuntinak a 7 percével visszatértünk a Kiven Kantájához, mert ott volt utoljára 7 perc körül játékidő, és így direkt kipuskáztam, hogy azután nem volt, a Tulimirskin volt, de az cheat, mert az egy demónak egy újra feldolgozott része, ahol egy 9 perc körül volt ez a Velmengir, vagy mi az Isten volt ennek a címe. De hogy most így visszanéztem, és így baszki, 10 perc alatt nincs daluk egyébként. A Kiven Kantája volt az utolsó. Hát, kövezd meg, de nálam ez az utolsó. Irgun Burzum. Nem tudom, nekem ez az album olyan, biztos velem van a baj, de így kurvára nem fogott meg nekem olyan semmilyen. Biztos, hogy olyan annyira mélyen van, hogy én nem bírtam addig leásni az érthetőségbe, de nekem ilyen inkább az jött le, amit sokszor ilyen prokcuccoknál érzek, hogy nem is prokcuccoknál, de hogy amikor próbáljuk a kicsit az ilyen ötlethiányunkat azzal ellensúlyozni, ilyen baszott hosszú cuccokat csinálunk, nekem kicsit ezt éreztem, hogy de mondom, lehet arról van szó, hogy ők már annyira ilyen nagyon mélyen vannak, hogy én oda nem tudom őket követni, de egyébként nekem kb. Meg a Student Unti volt így a legfogyasztható, vagy a Jumalten Aika. Egyébként a Mimis Brun se rossz. Ugye valamit hátra kell rakni, és egyébként félreértés ne essék, ez egy nagyon jó album, csak a többihez képest én kicsit ilyen ötlettelenebbnek érzek, vagy nem tudom. De mondom, az is lehet, hogy ezt én nézem be, és csak annyit kéne, hogy így két órán keresztül ezt hallgatni, és csak erre koncentrálni, nem tudom, engem rohadtul nem fogott meg. Egyébként nekem kimaradt, hogy ennek van egy olyan verziója, amin van két feldolgozás. Én azt nem tudtam. Sokat nem veszítettél vele. Shame on me. Szóval nálam ez a hetedik, viszont a borító az Über király. Igen. A három jó, igazán jó Munszorú borító egyike. Olyan sokkal több mindent nem tudunk erről elmondani, hogy igazából, hogyha koncerten valamit várni kéne, akkor nem tudom, legyen a, tudom, jó a Jumalten Aika. Te mondtad már, hogy te mit szeretnél? Igen, vagy Ruto Lehto, vagy Mimis Brun. De amúgy Ihmisen Aika is, az is jó. De a Jumalten Aika is jó. Igazából az egész album lehetne elejétől végéig. A Student Unti a legrosszabb szerintem az ötből. Amúgy az is lehet, hogy nekem ez azért nem ütött annyira át, mert 2016-ban, amikor ez kijött, én valami nagyon folkos valamit vártam. Nem amiatt, nem a Munszorú életmű miatt, hanem... Pedig szerintem ez folkosabb, mint a Várjóinak Ulyan meg Kualaiden Massa. De még szerintem a Heavy Tétűnél is. Lehet. Nem tudom. Valamiért nem. Tehát akkoriban nem ebbe tudod, hogy milyen ízek vannak? És ezt nem is mondtam. Ráadásul a Korbik Lani énekese Jonne jár vele, és énekel benne. De ebben ilyen vardunás ízek vannak szerintem. Tehát ez az éledő neofolk, pagan folk, felhangok vannak benne. Bár a Vardruna koncert tetszett ez Erdélyben, de amúgy magában úgy nem nagyon hallgatnám azt. Szerintem annak a visszhangjai, mert ugye az akkoriban szerintem hatott Henryre, Sorvalira ez a szcéna, és szerintem érződik ezen a lemezen az éledező pogány folk, neofolk szintérnek a hatása. Tehát ezekkel a kórusokkal, meg a hangszerekben is van szerintem olyan megoldás. Meg mondom, hogy onnan jár vele is énekel az egyik dalban. Hogy melyikben, azt meg én nem tudom megmondani, ha megköveztek se.
de az egyikben. No, de egyébként szerintem még simán kiadhatnának egy olyan albumot, ami ilyen életmű lezáró, és akkor minden legyen az életműből, az úgy jó lenne. Hogyha már nem akarnak több albumot kiadni, de adjanak már, mert az úgy jó lenne. De hogyha úgy vannak vele, hogy nem adunk csak, ki, csak, akkor... csak a Harry Sorvalin múlik, mert ő írja. Úgy szerintem simán akkor kiadhatnának egy olyan... De várjál, mikor adták ki azt a Fintról albumot? Azt az utolsó 21-be? Vagy 20-ba? 20-ba. 20-ba. És akkor mondtam is, mert Metal Szigeten ugye van annak az albumnak egy ilyen értékelője, hogy hát bízom benne, hogy még akkor lesz Monszoró album is, hogyha már az kijött a Fintról. Hát lehet, hogy ezen dolgozik nagyon sokáig. Nem tudom, mert egyébként minél idősebb egy zenész, annál lassabban ad ki az albumot. Hát pláne, hogy most már ugye főállású zeneszerző, vagy nem tudom, hogy mennyire főállású, de egy zeneszerző, és akkor nyilván oda is mennek dolgok, meg oda is foglalkozni kell. Na mindegy. Minden esetre én nagyon várom a rockmaratonos koncertet. Pont azon a napon lesz, ahol a Júdás papja, és pont utánuk, szóval muszáj lesz valahogy életben maradni, én imádom a Monszorót. És muszáj lesz látni. Intravénás koffein por formájában. Így van, már 23-20-kor játszanak, azt hiszem. Nekem még annyira nem is későn. Sőt, amúgy szerintem nekik az kifejezetten jó időpont. Ezzel hát igen, csak... Ezzel a nehezen emésztető törzsi black metal. A harmadik nap úgy, hogy mindenhol a fél napot végig kell állni, az úgy már... Viszünk kempingszéket. Igen, ti is hozzatok kempingszéket, és gyertek rockmaratonra, Monszoróra. No, ilyen nagy összegzés. Eldőlt végül, hogy ez folk vagy black metal? Eldőlt, ez folk metal. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy benne van mindenhol az az attitűd, az az allél, az a jelleg, ami folk metallá teszi, és az egyik, hanem a legjobb folk metal zenekar szerintem a világtörténelemben. Roppantul konzisztens és egységesen jó színvonalú életművet tudhatnak magukénak. Soha semmit nem bagatelizáltak el. Ott voltak a nagy elődök, a nagy pionírok között, már a 90-es évek közepe végétől kezdve. Ráadásul ugye a Fintról is vannak közös szálaik, tehát hogy megkerülhetetlen ebben a műfajban. Valahogy a folk meg a black között nagyon rezonálnak egymással, és a Monszoró meg aztán végképp kimaxolja ezt a dolgot. És hogy miért nem black metal? Hát elsősorban az első három album miatt, de egyébként is szerintem az vezethet bennünket csapdába, hogy az alapja az black metal, és hogy nagyon hangulatorientált, mint a black metal, de a folk metalnak pont ez a szépsége, hogy nagyon sok szín van benne, és van kifejezetten hangulatorientált black metal, és nem csak folk black metalban egyébként, csak nyilván abban gyakori, mert két hasonló dolgot könnyebb összekeverni, mint két különböző dolgot, és nagyon-nagyon hangulatorientált, nehezen emészthető folk metal. Egyébként az Epic Hidden Metal, tehát az epikus pogány metal, az egyébként tényleg egy jó leírás szerintem. Csak nyilván nincs ilyen műfaj, tehát nehogy így hívjátok, de az egy jó leírás. Te egyébként szerintem onnan lehetne ezt megfogni, hogy nem a black metaltól lesz fajsúlyos, hanem a folktól. Valószínűleg nem véletlen, hogy a... Meg a blacksterek utálják, tehát hogy... Ez egy jó érv, de hogy valószínűleg az se véletlen, hogy a főzeneszerző az inkább billentyűs. Ez inkább, jó, mondjuk az inkább lehet, hogy a dallamorientáltsághoz van köze. De hogy igazából azt akarom kibökni, hogy a black metal az igazából itt szerintem elsősorban csak mint körülmény, tehát mint súlyt ad neki, és a Monszoró összes szépsége szerintem azokból a nagyon gyönyörű egyedi dallammenetekből fakad, ami nagyban táplálkozik ebből a, hát egyrészt a folkból, másrészt ebből az ilyen pogány atmoszférából, mert egyébként a pagan is jó megnevezés. Nem szeretem a pagan metal kifejezést, mert olyan semmit mondónak érzem, de hogyha valahol lehet ezt alkalmazni, akkor azok talán ők. Tényleg egyébként itt elsősorban maga az esztétika is ebből az ilyen nagyon ősi, nagyon pogány, talán sose volt világból származó valamiből van levezetve, és nagyon szépen tálalva ilyen nagyon dallamos ilyen folk jegyekkel, és aminek nagyon mély, sötét tónust és súlyt ad a black metal. Tehát igen, szerintem is egyébként elsősorban ez folk, de folk black-kel is totál jól kiegyezünk. Egyébként a Windír is hasonló formulát követ. Talán nem véletlen, hogy ez volt az egyetlen másik folk, akivel amivel foglalkoztunk. Az életmű az meg igen, indul egy ilyen dallamos black valamivel, mint a demókban, aztán a 2000-es évek elején nagyon elkapja őket a folk hullám, ott a folkba megy át, aztán megint elkezdenek menni ebben nagyon súlyos ilyen atmoszférikus, úgyhogy néhol azt is olvastam, ilyen progresszív, nem tudom, de ilyen nagyon mély dagonyás, ilyen nagyon mély atmoszférájú blackbe, és aztán az életmű 2000-es években, vagy 2010-es évekbeli részében meg szerintem ez így valamennyire ki van balanszírozva,
Ennek szerintem egy 2011-es, meg ez a 2016-os album is egy jó mementója. Én elképzelhető, hogy ez jobb, mint a 2011-es album. Megmondom őszintén, én ezt kevesebbszer hallgattam, az első benyomásom nem volt jó róla. Aztán úgy mostanság is, ahogy készültem az adásra, így többször meghallgattam ezt, de valahogy most se fogott meg. A 2011-es album az valamiért jobban megfog, de valószínűleg azért már, hogy én vagyok ilyen nagyon tróger, és nekem az ilyen könnyen emésztető cuccok jobban ütnek. Fasz tudja. Igen, egyébként a Verisekettől kezdve, hogy kicsit reflektáljak arra, amit mondtál, igen, a progresszív black metalos allél az benne van, vagy él az benne van a műfai kavalkádban. Ja, de igazából sokkal többet nem tudunk elmondani, gyertek koncert, aztán majd jól mondjátok el, hogy milyen volt kommentbe. Nos hát srácok, ennyi volt már a Metal Sziget. Ha tetszett nektek a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogyha van véleményetek az elhangzottakkal kapcsolatban, pölöl listátok, akkor nyugodtan osszátok meg. Elég nehéz volt itt egyébként a listaállítás, mert tényleg eléggé egységesen jó minőséget képvisel az életmű. Azt nem mondom, hogy nagyjából stílusban is hasonló, mert nem, de sokkal kisebb különbségek vannak, mint egy Judas Priestnél. Illetve Facebookon és Instagramon is elérhetőek vagyunk, ott is nyugodtan kövessetek be. Én Fejes voltam a Metal Szigettől, és itt volt velem Kristóf. Sziasztok! És hallgassatok sok metát. Sziasztok!